Köszöntöm nézőnket, szervusztok! Mai élő adásunkban Rózsa Flores Eduardo életével foglalkozunk. Években mérve kevés adatot meg neki, hisz 49 évesen, máig nem teljesen tisztázott körülmények között megölték Bolíviában. Valószínűleg csekély számú ember életében történt annyi izgalom és 180 fokos világnézeti fordulat, mint Flores esetében. Hogy ő változott, vagy a világ körülötte, abban máig nincs egyetértés az emlékezők és az elemzők között. A 2000-es évek első felében a magyar politikai bulvár egyik főhősét, Florest, a magyar csegeváráként is emlegették sokan. És bár kétségkívül vannak párhuzamok a két politikai kalandor életében, a valóság mégiscsak az, hogy a ma esti főszereplőnk sokkal inkább egy anti csegevaraként értelmezhető. Édesapja, a neves festőművész, a zsidó származású Rózsa György, hithű baloldali marxistaként él Dél-Amerikában. Itt Bolíviában született Eduardo is. A jobb oldal pedig elüldözte őket Dél-Amerikából. Politikai menekülként érkeztek Európába, először Svédországba, majd Magyarországra. A Santa Cruzban igazi marxista családba született Eduardo élete furcsa keretes szerkezetet alkot. Santa Cruzban ölik meg, ahová szülőhazájába már nem marxistaként érkezik vissza, hanem szélsőjobboldali antikommunistaként, hogy a helyi elitet segítse a baloldal elleni pucsban. Ennek körülményeit, részleteit igyekezzünk ma feltárni ami nem lesz egyszerű feladat, hiszen a Rózsa Floresszel kapcsolatos összeesküvés elméletek gyakorlatilag végtelenek. A róla szóló hazug és igaz történetek sokszor képtelen konteók, még a halála után sem értek véget. A vonagábor elleni 2018-as homoszexuális lejárató kampányban is felhasználták a nevét. Terry 2018-ban azt nyilatkozta, hogy vona rendszeresen Floresszel jelent meg nála zárás után. Azért is érdekes mindez, mert amíg bezárult a kör, ami Santa Cruzban kezdődött és végződött, addig sok víz lefolyt mind az Amazonason, mind pedig a Dunán. Flores volt zsidó, katolikus, muszlim, szervezeti tisztségeket is vállalt több felekezetben, részt vett a horvátok oldalán a balkáni háborúban, mert újságíróként, tudósítóként felháborítónak találta a szerbek pusztítását. Olyan különös figura volt, akit mindenki ismert, mégis kiszámíthatatlan fordulatai voltak. A munkásőrség radikális szárnyától a neonáci szélső jobbig bejárta a politikai paletta minden árnyalatát. Futott pár kört a Fidesznél is, verseket írt, költői szemináriumokon lógott. Szente Kruzi társát Tuvásó elődött is egy író-olvasó találkozón ismerte meg, ahol Flores volt az író. A valaki csak a róla szóló Wikipédia szócik első bekezdését elolvassa, már abba beleszédül. Mégis mindezek mellett, vagy mindezek ellenére rengetegen ismerték és rengetegen szerették is, Na jó, talán Gyurcsány Ferenc nem. A titkos szolgálatokkal folyamatosan kavaró, titkos szolgálati kapcsolataival folyamatosan hencegő Floreszt, még az összedi beszéd kiszivárogtatásával is összefüggésbe hozták. Jobban mondva, ő maga is összefüggésbe hozta vele magát. Egy hangfelvételen Floresz következetesen Gyur Csótánynak hívja a volt miniszterelnököt. Mégis sokan szerették, és a visszaemlékezésekből úgy tűnik, hogy különböző politikai szerepvállalásai őszinték voltak ideológiai lelkesedés, igazságérzet döntéseihez. Jóról és rosszról gondolkodott sokat, mint sokan mások. Hogy ez valóban így volt-e, ennek próbálom utána járni vendégeinkkel. Mikroszkóp alatt igyekszünk megvizsgálni ezt a kalandorkarriert. A stúdióba érkezik majd hozzám Dezső András és Szilvási György, akikkel összödről és a titkos szolgálati szálakról beszélgetünk. Itt lesz Vágó András, akit a dél háború szeretállás kapcsán kérdezünk. De jön majd Balázs Attila író is, akit a Floreszék haláláról és a bolíviai politikai kontextusról kérdezünk. Először azonban köszöntöm első vendégénket a stúdióban, akikkel Floreszről, mint média jelenségről beszélünk. Itt van velünk Csintalan Sándor és Kert Attila. Szervusztok, köszöntelek benteket az adásban. Szia. Ja. Jó. Kezdjük azzal, hogy ismertétek -e őt személyesen, volt-e bármilyen személyes nexusotok vele, Sándor? Nekem az égvilágon semmi. A legendája közelében éltem, ugye annak idején, amikor ő kiszedett, és akkor én a kis dolgoztam, és tudtam, hogy az eltén van egy ilyen radikális baloldali szárny. Ő azt hiszem, tán az utolsó kis volt, vagy az utolsó Igen. előtti fogalma nincs. De hát a mítosz már élt akkor is, hiszen a radikalizmusával ki Tűnt, mondjuk persze. Szóval egyfajta erőszakos radikalizmussal, mert számomra a barbárság. De milyen erőszakos radikalizmus van Sándor? Hát azt, Einstein nekem radikális, a fasizták és a bolsevikok nem radikálisok, nem gyilkosok. De akkor őt magát hova helyezem ezen a skálán? Hát nem Einsteinhez közel, az biztos. Tehát az erőszak nem az igazság útja. Attila mikor hívtatok ide ebbe a műsorba, el kellett gondolkodnom rajta, hogy tulajdonképpen én ismertem-e őt személyesen, vagy csak úgy emlékszem, és nem, merek erre most biztos választ adni. Talán, ha egyszer találkoztunk egyébként még a 90-es években, a, a, amikor a Délszláv háború idejében én még a rádióban dolgoztam, vagy után utána, amikor a, a TV2-ben, de tulajdonképpen ez is azt mutatja, hogy olyan olyan jelenség volt, aki ugye a, a fizikai jelenlét nélkül is jelen tudott lenni helyeken. E, időről időre a legváratlanabb helyeken tudtál vele találkozni, e, vagy úgy, hogy, hogy, hogy felbukkant a neve valamilyen teljesen váratlan kontextusból, vagy valamit szerveztél, el akartál intézni, és egy csak mondták, hogy akkor majd a, a Flores. E, ami épp az ellenkezője volt annak, amire számítottál volna, vagy úgy, hogy szembejött. Tehát nem állíthatom azt, hogy egy személyes ismerősök lettünk volna, de mégis számos esetben csodroltam olyan helyzetbe, ahol egyszer csak felmerült az ő neve. Ugye a 2005 és 2009 között voltál az akkori köztévi híradójának a hírigazgató, és korábban is a tényeket vezetted. Tehát megfordultál a 2000-es években a kereskedelmi, illetve a közszolgálati médiumoknál is. Tehát lehet egy átfogó képed arról, hogy igazából mennyire volt szerinted méltányos, illetve tényszerű vele szemben a magyar média. Kifejezetten mondjuk a televíziót kérdezem. Én nem, nem emlékszem olyanra, hogy, hogy ő vele méltánytalanul bántak volna azokban a médiumokban, amelyiket én láttam, vagy amelyiknek a, a műsorainak a készítésében részt vettem volna. De azt is hozzá kell ehhez tenni, hogy nem volt könnyű vele a, a, az általam tisztelt, hagyományos fogalmak szerint bánni, mert a, 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 a faszi egy rejtői figura volt. Ahogy te is többször mondtad, egy kalandor volt, akinek egy kicsit máshol mozgott a, a, a az értékrendje, mint a, a többségnek. Én őt én, én, én világéletemben egy egy kiszámíthatatlan ö, ö, lelkes és, és bizonyos értelemben rokon szemben, hogy nem túlságosan megbízható kalandornak tekintettem, bármelyik regény, rejtőregénybe bele lehetett volna őt írni. Szóval. Volt, hogy próbált neked sztorit eladni? Én arra emlékszem, hogy a 90-es a években, vagy a, amikor már a TV2-nél dolgoztunk, vagy, vagy korábban, de valószínűleg ez még, a, még korábban volt, valamiféle sztorival, mintha jelentkezett volna, nem merek megesküdni rá a, a délszláv, háború ügyében, de ugye olyan ö, ö, súlyos involváltsága, érintettsége volt a háborúban, hogy, hogy erről nem lehetett szó. Sándor, ugye azt lehet, hogy már a fiatal nézők nem is tudják, hogy neked is volt egy eléggé erőteljes média ugye pont a 2000-es évek közepén a hírtévén volt egy nagyon híres betelefonálós, egyébként szerintem csodálatos műsorod. A, hogy neked milyen rálátásod volt, mennyire érzékelted azt, hogy a nézők kifejezetten az Attila által leírt ellenhondásos karakterre erősen cuppannak? Borrasztó érdekes, ha már szerencsére ebben az összefüggésben kérdeztél, már hogy abban, hogy a média. Én nem emlékszem, hogy bárkit érdekelt volna a Rózsaflöresz. Hát már. Hát ide hívtál, mondjam el, hogy mit gondolok, mit tapasztaltam. Szóban nem jött Rózsa Flores Bár nekem amúgy ez a jelenség megvolt, mert az erőszakba hajló politikai idézőjelbe vett radikalizmus iránt elég erős érdeklődésem volt. A lelkismeret 88-tól Rózsa Florence működéséig, akit egyáltalán nem tartok rejtői figurának. Azok mind emberi arcok voltak, még a legszörnyűbb figurák is. Nekem ez a fajta erőszak, meg a Györkös Pista bácsi, meg ez az egész bagázs, ez az első pillanattól kezdve végtelenül irritáló volt. Akkor ezt tisztázza, bocs, mert a Györkös István azért még csak egy terrorszervezetnek volt a vezetője, te Floreszt alapvetően egy diabolikus, hova tovább akár terrorista személynek tartod? Abszolút egyébként, ha, nem, hát most ide jöttem hazudni, tényleg, hát nem hiszem el, Marci, most hülyeskedsz velem? Jó, hát ez egy erős állítás. De csak ha akkor akarod, nem ott nem hazudhatok el. egy jót, vagy menjek át hazudósba? Nem, ez Én semmiképpen se hazudó, csak <laughs> egy erős állítás, mindenképpen vissza kell kérdezni. Okay, miért okay. nem volt érdeklődés az ő személye iránt, hogyha igaz az, amit az Attila mond, hát ez alapján azt gondolnám, hogy ő simán lehetett volna akár a kereskedelmi tévék, a valóságsok, vagy bármilyen akkoriban beinduló, ilyen típusú celebritásokat termelő adásoknak a sztárja is. Azért szerintem ennél, bocsánat, bocsánat, nem... Nekem, ne, nekem, engem érdekelt ez a jelenség, hogy utaltam minden, abban a forrangó 90-es évek elején, ahol minden kinyílt és minden kérdésesé vált, és megjelentek azok a szereplők, meg hát ott volt a Balkáni háború, akik ezzel, ilyen gesztusokkal, mondjuk ő volt a legkeményebb, hiszen elment harcolni, ilyen gesztusokkal óhajtották az igazságot keresni. Én ezt eléggé ebben, ebben a narcisztikus szerintem sokkal erősebb volt. És gondolatilag én nem látok semmiféle koherenciát az ő állításaiban, vagy ha úgy tetszik, politikai programjában. Sajnos, és ezt persze nyilván részvétel mondom, neki ez az életébe került. Az, hogy ezek a figurák nem kerültek a történelem szemétdomjára, és most egyébként elég nagy számban leledzenek Magyarországon is, és a, vagy ehhez hasonló erőszaktevők néha már kicsit konszolidáltabb állattal is, és Európában is ez nekem nagyon szomorú, és nem vagyok tőle boldog, és nem akarok tőle röhögő rohamot. Ő az első ilyen díszpéldája volt ennek a dolognak, azzal a különbséggel, hogy ő belehalt. Hogy én nem egyfelől az első kérdésedre még reagálnék, hogy, hogy azért az távolról látszott róla, hogy aki az egyik héten radikális baloldali kommunista, a következő héten szélsőjobboldali nézeteket valaki. Az egyik héten zsidó szervezetet, a másik héten iszlám szervezetet vezet, az nem egy hiteles figura. Én azt gondolom, hogy, hogy volt annyi szakmai tudat, meg érzett azokban az emberekben, hogy ezért nem került ő oda. Bocsás, meg szerinted ezt a típusú közéleti vagy világnézeti csapongást, ezt az ő, hát nem tudom, radikális útkeresése indokolja, vagy esetlegesen lehettek mögötte szolgálati vagy más típusú hatalmi érdekek? Én őszintén szólva az a véleményem, hogy hogy egyetlen szolgálat se szervez be egy ilyen uh, személyiséget, mert uh, én soha nem dolgoztam ilyen helyen, de az olvasmány élményeimből azt gondolom, meg azt is remélem, hogy amikor egy, egy személyiséget elemeznek, akkor kiderül, hogy valaki szószájtjár, narcisztikus személyiség, azt az első körbe kihúzzák a lapról, mert alkalmatlan fedett és, és, és konspiratív uh, műveletek végrehajtására, de a, a Dezső meg a Szilvási erről biztos Jó. nálam sokkal többet tud. Én ebben nem nem hiszek, hogy ilyen volt. Én azt se hiszem, hogy ő egy, egy eleve gonosz tevő lett volna. Én azt gondolom, hogy ő egy ilyen lelkes, valamiben hinni akaró, naív és, és valóban erősen narcisztikus személyiség volt. Egyébként megelőzte korát, most éppen ahogy az Attila itt sorolta azokat a tulajdonságokat, amiket, amik összerakhatók, meg amit megjelent róla, vagy amit én is akár megéltem végül is, tényleg megelőzte korát. Uh, tele van a politika Rózsa Flores Eduardókkal, ha belegondolunk. Csak a, a... Hát mondjuk például nekem, ahogy te most itt mondtad, ő ott kijutatta szembe. Hát, például Trump. Szerintem nagy különbség van. A Trump hát, nem, igyom, nem állap, 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 és a Trump nem kockáztatta az életét soha ér, hanem se tudta, hogy testőrök, nem, testőrök nem, gyűrűjében. Hát azért, amikor, amikor kicsit ez olyan, mint amikor a, 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 a viszkis rablóról beszéltek, nem, nem akarom megbeszélni, de az, az ember, vagy megmentegetni, de az az ember az életét kockáztatta, még sokan hasonló, hasonlóan profitábilis lopásokkal kitüntetés kap. Kaptak. Sándor, például a Györgykös István egyébként muszáj rákérdeznem, van-e bármilyen tudomásod arról, hogy kifejezetten volt kapcsolata a szel Hát ez elég nyilvános volt az emlékeim szerint, tehát uh, utána, talán még az interneten mai napig is felelhető, ugye volt hát ennek... Sok egy... minden lelhető föl. Hát, jó, hát figyelj, sok itt is sok minden lelhető föl, meg máshogy is sok minden lelhető föl. Nem könnyű, ugye ezért lesz majd egy evolúciós ugrásra szüksége az emberi agynak. Nem könnyű eligazodni a forrásokban, és hogy is mondjam, igazságot tenni, vagy az igazság magvát megtalálni a millió forrás között. Az én emlékeim szerint az akkori irodalomban, ami nem a primér print sajtó volt, felelhető igen, igen, fellelhető volt, meg a közbeszédben, meg, meg mindenféle kiadványokban, az, hogy ez a hálózat, ez a kapcsolatrendszer, ez élt. Én egyetértek azzal, amit mond az Attila, hogy nem tartom valószínűnek, hogy bármelyik szolgálat alkalmazta volna, de például miután eléggé ismert volt ez a kapcsolat, ott a györkös és köre, meg ezek a, ha úgy tetszik, lázadó körök, azok viszont az oroszokkal elég erős nexusba voltak, ezt ja. viszont tudjuk. Ha, ma tényleg nem akarom mások kenyerét elvenni, mert ez nem a mi szakmánk, és a, 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 eredeti téma a média volt, de ha, ha őt használták, akkor legfélebb csak Azt mondom, a, hogy nem. a hasznos idióta kategóriája. Jó, Jó Erről tényleg lesz még szó. Attila, um... Hogyan értékelte a köztévi akkori vezetés és te magad is Floresznek az összedi beszéd esetleges kiszivárgatatásában játszott szerepét? Egyáltalán tudsz ezzel kapcsolatban mondani bármit, valóban kavart esetlegesen az akkori felvételekkel, amelyek ugye először akkoriban a közmédiumokon jelentek meg? Részben a közmédiumokban. Máig nem tudni, hogy. Hogy, hogy, az pontosan hogyan került ki. Egy biztos, hogy nem a Rózsa ezt vitte ki, mert ő nem volt ott, így nem tudta kivinni. Én azt gondolom, hogy, hogy, hogy ő csak virított ezzel. Lehet, hogy egyszer látta valahol, de hogy ez ebben neki érdemi szerepe nem volt a száz százalék. Na azért, ezt én is így gondolom abszolút igazából két futóbolont házalt vele ő, meg a Szabó Bálén, de ez tényleg komolytalan. Tehát vannak helyzetek, amikor már valaki mással nem tud, vagy jobb ötlete nincsen a nyilvánosságban való kerülésre, akkor ezzel előáll, vagy ilyesmi van. Hogyha ha, ha, jól végig gondolod nagyjából, kikövetkeztethető és beszűkíthető az a kör, hogy kik férhettek ez, ehhez hozzá, Így megfigyelhető az, hogy kinek a sorsa azóta hogyan alakult és milyen irányt vett, tudjuk, hogy melyik médiumokhoz kellett ez, ha összerakod ezeket oksági sorrendbe és kiveszed ebből a a, 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 az egyenletből a, a Rózsa florest akkor is ugyanúgy fennáll ez az oksági sor. Én elképzelhető, hogy valaha látta, vagy valaki beszélt róla neki, de hogy ebbe érdemi szerepe lett volna, én ezt nem hiszem amikor a halálhír eljutott hozzátok, illetve a magyar sajtóhoz, akkor milyen megkülönböztetett nehézséget jelentett az, hogy hiteles információkat tudjatok átadni a nézőiteknek a halálának a körülményeiről? Az, hogy nem voltak hiteles információk a halálának a, körül, a körülményeiről. Nagyon távoli dél-amerikai országban történt, ahonnan hiteles hírek nem érkeztek, egy, egy polgárháború közeli helyzetről volt szó, ahol a, a, minden információ, mint minden ilyen helyzetbe a, az adott forrás érdekét szolgálta. Most bocsánat, hogy ilyen példával élek: hogy ha, 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 ha Kelet-Ukrajna egy vitatott területén hirtelen meghalna egy egy közismert személyiség, arról információt kapnál az oroszoktól, meg az ukránoktól, és egyikről sem tudnád, hogy, hogy mennyiben igaz. Nagyon nehéz volt, nem volt nyilván személyes forrásunk mindkét abban a, a, a politikai szituációban érintett fél a saját ö, ö, narratívája szerint értelmezte a történteket, és elemi eredeti hírek nem voltak, elemi eredeti megerősített információk arról, hogy mi történt és hogyan nem voltak. Ezért nagyon óvatosan kellett kezelni, és mi legalábbis a köztévében arra törekedtünk, hogy azokról a tényekről beszéljünk, amelyek, 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 amelyeket biztosan tudunk. Meghalt bizonyos ö, körülmények között, nem természetes halállal egy szállodában lelőtték. Különböző értelmezések vannak a történtekről, nem tudni valójában mi történt. Körülbelül ennyit mondtunk, és azt hiszem, hogy ma is ezt tennénk. Volt akkor lehetőségetek tudósított küldeni a helyszínre, hogy élőben próbálj meg valamilyen többet információhoz jutni? Hát ez, ez, ö, ö, hogy mondjam, ez egy naiv elképzelés, hogy ezt meg lehet tenni. Képzeld el azt, hogy értesülsz a hírről, hétfőn, vagy milyen nap van a szerda fél hétkor, mire odaér az embered, a legoptimálisabb esetben is eltelik másfél nap, ott áll egy idegen városba, mindenféle kapcsolat nélkül. Ö, ö, se nem tud bejutni a, a helyszínre, nem áll vele szóba senki, ezt ö, lehet látványosan, lehet látványosan prezentálni. Vannak, akik nagyszerűek ebben, hogy odaállnak egy ház elé, egy mikrofonnal, és azt mondják, hogy itt vagyunk a helyszínen, és mindent tudunk, de valójában ez szemfényvesztés lett volna. Másként kérdezem, azért ez a halálhír a nemzetközi sajtót is megmozgatta. Volt arra lehetőségetek, hogy ilyen együttműködéseket alakítsatok ki ennek az ügynek a kapcsán, ami számotokra Információ többetet eredményezett más médiumokkal szemben Magyarországon. A, 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 hogy mondjam, a, a hírversenynek a, a sajátossága és szerint próbáltunk mindent megtudni, és a, a közmédia. Akkori értelmezése szerinti felelőssége szerint próbáltunk visszafogottak lenni. Azt gondoltuk, hogy egy magyar állampolgár tisztázatlan körülmények között bekövetkezett haláláról van szó, amiről nagyon sok a feltételezés és még több a dezinformáció. A dolgunk az, hogy olyan információkat közöljünk, amik ellenőrizhetők. Ennek érdekében mindent megtettünk, és mint az másfél évtized múltán is látszik, meg lehetősen kevés információhoz jutottunk. Tehát, hogyha a, 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 a világon egyetlen komoly jóval nagyobb kapacitással rendelkező, erőforrásokkal rendelkező média szervezete, intelligence szervezete nem tudott ennél nagyobb, vagy nem tudott máig érdemi információkat, ellenőrzött információkat szerezni, akkor azt hiszem, hogy, hogy akkor sem volt talán erre Ennél sokkal több lehetőség. Tartok tőle, hogy bőszítési kísérlet ne fogad értékelni, Sándor pedig semmi no. szándékom no, nincs. No, de, de amikor kilépett, ugye, Eduardo a Fideszből, uh -huh. akkor írt egy nyílt levelet, ami fönn van most is, még a Kurucimfont, vagy annak egy ilyen archívumában, ami hát alapvetően negyed címzett, igen, és igen. azzal vádol, hogy nácizol és fasisztázol, hadd de ez a részletet belőle. Uh -huh. Tartatatlan, de nem dühítő, mert bevallom inkább nevetésre sarkal, hogy a Fidesz, mert a csintalan maki kimondja, akkor a Fidesz mondja ki, is beállt a nácizók, fasiztázók sorába, együtt a nemzetellenség neobolsevik oligarchákkal. Szép mondat mi, egészen csintalan sikeredett. Emlékszel a konfliktusatokra? Bevallom, hogy nem. Köszönjük az internet. Bevallom, hogy nem. Az a helyzet, hogy én akkoriban annyi mindent kaptam, és mondjuk legkevésbé az izgatott, hogy ö, ö, mit ír a ö, tekintettel, hogy amikor ez az időszak volt, döntően, ami engem megviselt, és ami az inger küszöbömet megütötte, az nem az én személyemmel kapcsolatos támadás, hanem amit a gyerekeimmel kapcsolatban kaptam. Igen, a csurkára emlékszem, aki egy oldalt szánt annak, hogy a gyerekem Tel Avivban tanul, Izraelben, Uh, arra emlékszem, hogy felhívtak telefonon, amikor az összöveretésem után kijöttem a kórházból, és mondták, hogy menjek sötét öltönyt venni, mert a fiam torkát most vágják a palesztinok, meg amikor felhívtak telefonon, hogy a kislányomat Balmazújváron most vágja partiba a 32 kancigány, arra igen, de őszintén szóval Rózsa Eduárdot, és ez most lehet, hogy uh, blaszimianak tűnik, leszartam ez semmi volt ahhoz kér. Hát ezek leperegnek az emberről, hogyha, és azt gondolom, hogy helyén való, leperegnek, mert ha kimegyünk a jégre, akkor ezt vállalni kell. Tehát bármilyen hülyén is hangzik, az, amit a Rózsa ez most már dereng azért egyébként, amit itt leírtak, majd nem látunk semmi különöset. Benne volt a fizetésedben? Benne volt a fizetésemben, így van. Mert hogy ki is mentél a jégre? Hát így van, de ez, ez rendben van, tehát az ember festett vérzésekkel ne rohangáljon körbe-körbe. Uh, és uh, Hát ennyi. Uh, egyébként uh, mi a Marci kérdezhetek én tőled valamit? Nem. Viszont. De, 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 de. Mert a médiával médián... kapcsolatban tette fel nekünk kérdéseket. Engem végig az izgatott már, amikor föltetted a kérdést. Neked ez most hogy jutott eszedbe? Hát Rózsa Flores egy szerintem izgalmas figura, és hogy rögtön válaszolok egy kérdés formájában erre a felvetésedre, mert hogyha az a kérdésed, hogy miért érdekes a személy a mából nézve, pont ez a kérdés, hogy miközben azt mondjátok, hogy nem képes valójában a média semmit kezdeni vele, mert megbízhatatlanak tűnik, mert váltogatja a világnézeteit. Miközben azt lehet látni, hogy egy virulens figura megragadja az emberek képzeletét, Igen, és bár több ilyen típusú kalandor is megjelent a 90-es években, 2000-es években, azért a népi emlékezet mégiscsak ő törzi a mai napig leginkább talán a becsben, úgyhogy igen, az emlékezetében, úgyhogy engem érdekel, hogy ti ezt mivel tehát mi lehet ha az oka annak, hogy miközben nem futott be látványos médiakarriert, mégis erőteljes legendárium van a mai napig, ami például minket arra indít, hogy egy emlékező műsort szenteink neki. Én nem érzem ezt a, a, hihetetlen nagy legendáriumot körülötte egyébként, de ha van, akkor ezt ahhoz tudnám hasonlítani, mint a, a hogy valóban egy ilyen romantikus figura volt, különböző helyeken tűnt fel, nem volt kompromittálva a hatalom által érdemben, olyan, tehát nem, nem láthattad őt a hatalomhoz törleszkedni, meg, 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 meg amúgy is volt benne ez a, 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 a latinamerikai romantikának a hangulata vagy őt inkább így ez körüllengte és, és volt, volt benne mondom szerintem én föntartom hogy volt benne egy ilyen a karakterében egy ilyen rejtőiség egyrészt a halál az, az egy súlyos és igen. az egy súlyos dolog tehát az egész szerepét szerepvállalását, működését valamilyen módon hogy mondjam, felemeli ez az egyik dolog. Aztán mondok egy másikat. Ugye a Gevara mitológiának is egyébként egy jelentős oka az például, hogy a Gevara szép volt. Az a fotó az nem akármi. Eduardo jó nézett ki. Ez a forradalom, a forradalmár már egyfajta archetípusa karakterében, fizimiskájában, és, és belehalt. Én nem akar senki se belehalni, ő se akart nyilván, de ez történt ilyen értelemben, nyilván ez a mitológia, ez lehetséges, sőt van, sőt él, de én nem nagyon hiszem, hogy olyan reneszánsz vagy bármi, vagy olyan, fajt, olyan módon élő legyen, mint, mint amennyire mondjuk például, bármilyen furcsán is hangzik, Gevara bizonyos Közegekben és nagyon sok ember számára az egy élő mítosz. Hogy én azt mondanám, hogy a, a, a Rózsa nem volt egy jelentős politikai vagy történelmi figura, olyan volt, mint a, a sorozatokban ezek a, 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 a sidekickek, akik így, így érdekessé teszik a. Igen, a, 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 a a történetet, van minden sorozatban egy-két ilyen szereplő. Azt mondta, hogy sok mindent el lehet mesélni rajta keresztül, vagy sok mindent bele lehet látni a személyében. Igen, meg azt mondom, hogy egy érdekes, érdekes igen. személyiség, akit megnézel, de hogyha kiveszed a, a storylineból az, az ő, 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 ő róla írt jeleneteket, akkor is a történet ugyanaz marad. Te tudná, igen, ha, igen. ha ő a, a House of Cards-nak, vagy a 24-nek, vagy az Isten tudja minek a szereplője, és kiírják a sorozatból, akkor is ugyanaz marad a sorozat. Lehet, hogy kevésbé lesz színes, de a sztori nem sérült tőle. Én, én valahogy úgy látom, hogy ő ilyen szereplője volt a, a, a 90-es, 2000-es éveknek, színes szereplő volt érdekes, de nem, nem látom azt, hogy, hogy sokat hozzáadott vagy elvett volna a, a, a magyar meg a környező országok történetéhez. Én nem tudok ilyenről legalábbis. Zárásként abszolút nem a témába vágom, de muszáj megkérdezem téged, Sándor, mert nem nyilatkoztál meg szerintem erről a nyilvánosságban, hogy Budaházi György extraiba kezdett, majd végül egyébként házi engedték át. Van-e bármi mondani valód hát ezzel a fejleménnyel kapcsolatban? A, a, rövid lesz. Egy botrányosnak tartom, hogy tíz év után, több mint tíz év után még nincs jogerős bíróítélet. Botrányosak a következményeim, mert senki nem tudja már, hogy miről van szó az igazságszolgáltatása célját nem ért el, így lesz a bűnösből hős, úgyhogy én ezt minden esetre teljes abszurdumnak tartom. Amúgy egyébként nekik is joguk volna a jogerős bíró ítélethez, akkor és abban az időben, amikor még ennek a tanulságai a társadalom számára is fontosak. Egy egész életet így tönkretenni, és nem is rájugon, nem is rá gondolok főleg, hanem mondjuk például a többiekre. Tehát azért az élethez joguk van még nekük is, még akkor is, hogyha azt gondolták, hogy ha engem összevernek, akkor megvédik a hazát. Egy lírai záratot engedjetek meg, volt egy verses kötete. Engem is nem, tényleg erről nem kérdeznek meg, de volt egy verses kötete, valószínűleg több is volt Rózsa Floresnek. ez 2000 es években 2004 és 2008 között az Új Versek című kiadás, és van egy december 5-e Decelt című vers, ezt felolvasnám zárásként nektek, ja, Nem saját maga adta ki a verseit? Saját kiadás, magánkiadásban jött. Volt. szóval, egy Ha hangom elég volna, ha egyáltalán, ha megszólal lennék képes. a felmegyek, hadbáncson csak a szél. Sűrű a köd, poshat, tejszerű és fanyar. Ez a mai Magyarország éjszaka. Elkiáltanám fájdalmam, ha tudnám, mi fáj igazán. Végül megszokhattam már. E kis hazában semmi sem az, ami, és semmi nem lesz az, aminek lennie, kell, lennie illene. Üvöltenék innen, ha üvölteni tudnék, de nem hagyja el hangtorkomat. És nem, Csendben csak állok, és állok, és állok a dombon a szélben. Innen el nem mozdulok, ez a sorsom, akár még ezer ilyen éjszakát kibírom. Olyan, mint egy ákos számnak a szövege. Tehát azt mondod, hogy ha megérte volna még, nagy korszakok várhattak volna rá. Nem, azt mondom, hogy pont olyan költő volt, mint amilyen forradalmár, meg, meg amilyen közéleti szereplő van a bi. Kertot Hilla, Csintalan Sándor. Köszönöm Köszön szépen, hogy itt voltatok velem, gyertek majd máskor is. Egy most, most Folytatjuk az adásunkat, érkezik hozzánk Vágvölgyi B. András, akivel kifejezetten Rózsa Floresznek a horvátországi háborúban játszott szerepéről fogunk beszélgetni, de előtte nézzünk meg egy rövid összeállítást. Egy spanyol napi lapnak dolgoztam tudósítóként, Uh, a Vanguardia, egy barcelonai, a harmadik legnagyobb spanyol napilap, és a BBC World Service rádióadásainak, tehát a spanyol nyelvű rádióadásainak tudósítottam. Mindig ott és mindig akkor voltam olyan helyeken, ahol éppen uh, történt vagy zajlott valami. Így lettem kiküldve 91. május végén. Uh, volt Jugoszláviában, Zágrában. 1991-ben Eduardo egy barcelonai lap és a BBC tudósítójaként érkezett a délszláv háborúba. Aztán egy nap úgy döntött beáll önkéntesnek a horvát oldalra. Egyszerűen tele lett a nevével a világ sajtó. Az újságíró, aki katonának állt. Szabályosan felháborodtam tehát augusztus közepére azon, hogy a ö, Európa és azon túl a világ ö, nem tett semmit meg sem mozdítja a kis súlyát, azért, hogy megállítsa az, amit egyébként akkor már, akik itt voltunk terepen, pontosan tudtunk, nem csak én, a kollégáimnak a nagyobbik része, hogy ebből egy hatalmas nagy balhé lesz. Hát felmerült bennem az, hogy van-e egyáltalán értelme ilyen helyzetekben, mint amilyen be akkor Horvátország volt, hogy az ember írjon, és hogy a világ nem tesz semmit, senki nem ragál, Augusztus végén eszéken bementem a védelem parancsnokához, horvát parancsnokhoz, és kértem egyen ruhát és fegyvert, megkaptam két nap múlva, elküldtek Szent Lászlóba. És folytatjuk a műsorban a téma kitárgyalását, a már velem Vágbölgyi B. András. Szervusz András, köszöntelek az adásban. Szervusz Márci, üdvözlöm a nézőket. Ugye te magad is tudósítottál a délszáv háborúról, maga a Flores mikor jelent meg a porondon, mint katona? Hát szerintem már 91 őszén. Tehát 91 őszén azért már úgy lehetett hallani róla, és nekem nagyon fura volt így összekötni ezt, a, ezt az embert, aki hát ugye, hogy mondjam, szóval egy ilyen, írtam róla egy nekrológot, és akkor azt bátorkodtam írni, hogy ő egy ilyen önpusztító mémbot volt. Tehát minden mém, ami szembe jött vele, az, az, azt így leigázta. Mármint, hogy az, a mém igázta le őt. Tehát először volt neki egy ilyen forradalmár mémje, Csegevara mémje, egy Szávadorájende mémje, aztán utána egy ilyen magyarországi mémje, KGB akademista volt ugye Minskben, határőr, tudom én, tehát egy nagyon fura figuráról beszélünk, egy olyan, olyan valakiről, aki itt a 19. századi francia regényekben szokott felbukkani. Tehát egy ilyen forradalmára akadt. Én először őt valamikor, talán azt hiszem, hogy 90 tavaszán láttam egy olasz radikális pártnak volt egy, egy valamilyen e, marihuán legalizációs e, e, eseménye, és a Bolyán Iván barátommal voltunk ott ketten, és mondom, hogy figyelj ki az a, az axolotló képű ember, amire azt mondja, hogy ja, hát az csak az Eduardo, hát egy ilyen félig indián, félig magyar, e, az utolsó kis volt a bölcsészkaron. Na, mondom, tök jó. És e, hát ezek után hallottam, hát nyilván ugye anyanyelvi spanyolt beszélt, stb., hogy a Vanguardia című barcelonai lapnak tudósított rögtön ugye a háború kezdetekor, és ugye a háború az, az először ugye Szlovéniában zajlott, az egy hatnapos háború volt, körülbelül annyian haltak meg, mint egy nagyobb autópálya balesetben, ehhez képest azt lehetett tudni, hogy ahogy majd így megy keletre, a háború úgy lesz egyre vadabb. Tehát Horvátországban, aztán hát Boszniában meg ugye csúcsra járt. És, és akkor azt úgy, úgy valamikor én azt hiszem, hogy 91 őszén, lehetett hallani, hogy hát ugye kvázi ugye ez a, a PIV, Platon Internacionálni volt, vagy valami ilyesmi volt a, a, neve az ő egységének, hogy akkor, hogy szóval, hogy ott, ott, ott van egy ilyen, tulajdonképpen egy ilyen exotikus figura. Ugye kinek kicsit egy mesél a horvátországi Szent Lászlóról, mert ott zajlottak olyan események, amelyben neki meghatározó szerepe volt, legalábbis a legendáriumok így szólnak, tudnád-e tisztázni a valódi álláspontját, hogy valódi részvételét ebben a helyzetben. Hát ez a Szent László nem voltam, ugye, ez Laszlovó, ez a baranyai háromszög, tehát ez egy ilyen legalábbis részben magyar lakosságú környék, szúza Szent László vörös többi stb. Dunaparti helyek ezek, én Bukováron voltam azon a környéken, Kelet-Slavóniában. Ott. Tulajdonképpen a, 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 a védelem parancsnoka volt, azt hiszem, az Eduardo, és, és hát és de ellátta a feladatát. Én is azért a legtöbbet erről, ugye a feketeiből, a filmjéből a csikóból tudok erről az időszakról, tehát hogy ő, vagy ahogy itt a bejátszásban is volt, hogy ő odahagyta ugye az újságírói pályát, és akkor elkezdett, hát mondjuk itt hogy katonáskodni, mondjuk előképzettsége volt, bár azt is meg lehetett tudni, hogy az tulajdonképpen egy ilyen vaklárma volt, hogy a, a Carlosnak ő lett volna a tolmács, amikor Magyarországon pihente ki a fáradalmaid, ide, azért valamilyen kapcsolatban voltak. erről is beszélni még. Ugye azt lehet tudni, hogy ő a Nemzetközi Brigádnak lett a vezetője. Igen, ez, uh, ez volt a Platform International volt. Ami egy eléggé hírhedt banda volt. Igen. Készült róluk egy brit dokumentumfilm is, uh, story, Inside Story uh, Dogs of War, ez volt a címe a filmnek. Uh -huh. És itt azért megszólalnak olyan emberek is, akik arról számolnak be, hogy kifejezetten azért csatlakoztak a brigádhoz, mert gyilkolni akartak. A te megítélésed szerint. Uh, hogyan került oda Eduardo, és miért lett ő a vezetője ennek az alakulatnak? Hát nézd, egyrészt ugye volt neki katonai képzettsége. Tehát egyrészt Magyarországon a határőrségnél szolgált, másrészt, ahogy már korábban mondtam, tehát ő Mingsben is volt egy ilyen KGB akadémián, ahol, ahol, hát ugye nyilván a lövöldözésen kívül ugye mást is oktattak neki, tehát volt neki egy ilyen fegyveres harcra való felkészítettsége. Azt mondjuk, hogy ő egy ilyen nettó gyilkos lett volna, vagy szóval tényleg ilyen ölésvágyból moment volna oda, azt azt, 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 mondjuk én kizárom. De kötődnek az alakulathoz háborús bűnök? Hát nézd, ő erről nem beszélt, azt a Mocskos háború című könyvét, ezt nagyon régen olvastam, nyilván, hogy lőtt emberre. Sőt, hát ugye az Ibolya filmjében van egy olyan jelenet is, hogy ő dob be egy kézigránátot egy, egy ilyen emeleti lakásba, és aztán utána kijön, és akkor a halottnak a zsebéből ugye elővesz egy egy ilyen családi fényképet, ahol ott van a kisgyerekével, és akkor elsírja magát, vagy valami ilyesmi. Tehát, tehát ha és amennyiben ennek volt valóság alapja, már pedig én azt gondolom, hogy ismerő az Ibolyát, meg hát valamelyest az Eduardot, tehát azt gondolom, hogy ennek volt valamilyen valóság alapja. Tehát egy és nem ő szólal meg ebben a dokumentumfilmben, mások az alakulatból mondja, mondják azt, hogy azért csatlakoztak, meg gyilkolni kívántak. Szóval ezért kérdezem tőled, hogy maga az alakulathoz köthetőek-e háborús bűnök? Én azt gondolom, hogy, 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 igen. Tehát én az Eduárdót úgy, hogy beszélgettünk, az úgy ismertem meg, hogy ezzel az előbb említett Poncskos háború című könyvével bejött a Magyar Danács Mészőutcai szerkesztőségével még 90 Hát azt hiszem 92 végén, vagy 93 elején nem emlékszem pontosan, és mondta, hogy hát ki szeretné adatni ezt a könyvet, akkor már fontolgattunk egy könyvsorozatot, amit hát utána meg is született, a Hunter Thompson, meg P.J. meg hát ilyesmiket, volt szarajabó antológiát is egyébként, és, és akkor behozta a könyvet, és akkor hogy belenéztem, hát mondom, jó, most azért úgy igaz, nem egy igazi könyvkiadó vagyunk, de hát nézzük meg, és hát láttam, hogy a könyv az Bránimér Glavásnak uh, volt ajánlva, a Branimér Glavás, azt uh, mi úgy tartottuk, hogy ő a horvát Vojszláv Sesej, ugye Sesej a Csetnik Vajda, a, a, a Glavást azt pedig hát tartottuk, tehát egy ilyen szélsőjobb figura volt, az bizonyított, hogy a Glaváshoz kötődtek uh, háborús bűnök. Ugye eléggé zavaros információk vannak igazából Eduardo akkori tevékenységéről, részben maga is táplálta a legendáriumát, részben pedig nagyon sok megtévesztő információ szerepelt, vagy jelent meg róla tőle függetlenül is. Tehát volt egy időszak, amikor kifejezetten háborús hősként is ünnepelt őt a magyar nyilvánosság. Az ottani katonai körökben mi volt az ő megítélése? Hát ez egy jó kérdés, találgatni tudok, azt tudom, hogy egyrészt ezredes lett, a horvát hadsereg ezredese, másrészt pedig Franyót úgy az akkori, hát nevező így konzervatív elnök, pedig horvát állampolgárságot is adott neki. Úgyhogy azt gondolom, hogy valamilyen szinten nyilván el volt ismerve. Az Aztán... Ne... úgy biztosította a számára? Igen. Uh -huh. Tudtam, igen. Hát nem tudom, hogy mondjuk ő lett volna, mondjuk ugye 95-ben volt ugye az a híres ulej offenzíva, amikor a horvátok ugye nagyon sok gospicsi knini, kereszlavóniai szerbet ugye kiűztek, tehát akkor volt egy ilyen ö, etnikai tisztogatás, az, utá, az ugye egy Ante Gotovina nevű ö, horvát tábornokhoz köthető, aki egyébként korábban idegen légiós volt és bűnöző. Hm. Tehát ö, ilyen értelemben ez nyilván, nyilván ö, Hát ugye felmerülhet az Eduárdóval kapcsolatban is, de az én szememben pláne így a halála után, nekem az Eduardo az valójában egy ilyen, egy ilyen romantikus regényhős. Tehát aki, aki, elmegy és harcol, és izét és beleéli magát, és mondom, jön vele szemben egy mém, mint később ugye az iszlamista mém, meg a nem tudom én micsoda, szóval nagyon, furcsa figura volt. Egyszer nekem valamikor 2002 táján szükségem volt egy, egy fotózáshoz egy tojásgránátra. A tojásgránát az a jugoszláv hadseregben egy bevett eszköz volt, még hát ugye a magyar hadsereg az nyeles készigránátot használt, tehát az kevésbé volt hozzáférhető elkértem a számát, felhívtam, mondom, szia, Eduardo, te az a helyzet, hogy, izé, hogy kéne egy hatástalanított tojásgránát, tudsz-e segíteni? Azt mondja, persze, egy leeste kilencre az inkognitóba, a Liszt Ferenc téren, ugye az Ötves utcában lakott, mert hát lementem, kaptam egy izét, és egy hét múlva visszakapta. Hatástalanítottad? Ha, hát hatástalanított volt, hát most nem kezdtem el piszkálni a izét, ő ezt szerencsére igen. Hát szerencsére, mert lehet, hogy robbanás lett volna az inkognitóban. Volt egy gyilkosság, amivel kapcsolatban ugyanakkor fölmerült a korabeli sajtóban Eduardónak a közvetlen érintettsége. Ugye Christian Wurtenburg svájci újságíró meggyilkolása, meggyilkolását kötötték hozzá, ugye egy svájci újságíró volt, aki beépült ebbe a brigádban annak érdekében, hogy leleplezze a neonáci kapcsolataikat. Meg tudod erősíteni azt, hogy tényleg ő lett volna Christian Wurtenburg gyilkosa? Nem, 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 hallottam én is erről a történetről, de szóval én nekem erre nincsen adatom. És a másik gyilkosság, ami Paul Jenks fotós újságírót érintette, abban volt esetleg bármilyen érintettsége floresznek. Hát nézd, si tudom. Tehát el tudom képzelni, el tudom képzelni azt, hogy... hogy hogy ő egy ilyen kemény katonaként adta elő magát, nagyon sok egyébként külföldi horvát volt az alakulatában, tehát ausztráliai, kanadai, argentinai, új-zélandi horvátok ö, 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 voltak az alakulatában. Ő egy, hát... Szóval volt legendája, az biztos. És szerb oldalon is volt legendája. Tehát tudták, hogy van itt egy ilyen magyar indián, aki ott, ott akciózik. Persze ő nem volt indián, mert ugye spanyol volt az anyukája, és magyar volt az apukája, de hát ettől még. Az Observerenő abban ugye akkor megjelent 92 ben egy tényfeltáró cikk, aminek azok többek között azt állította, hogy Flores tudatosan követett el kegyetlenségeket szerb civilek ellen. Erről neked volt az tudomásod? Nem. Nem. Mondom én nekem ebből az egész korszakból, tehát mondom a könyvét olvastam, elég régen volt, nekem ez a, a Glavásnak való dedikáció, ez volt az, ami szúrta a szememet, mert viszont a Glavásról lehetett tudni azt, hogy hogy az eszéki polgármesterről, tehát hogy ő egy ilyen usztasa érzelmű, és hát kimondottan ilyen szerb ellenes, szerb -ci, civil ellenes valaki volt. De hát és szóval azért ez egy elég kemény háborús helyzet volt ott Szlavóniában is. Én az Ostrom után egy pár hónappal jártam Vukováron. Vukovár azt mondjuk, azt mondanám a magyar nézőknek, hogy úgy képzeljük el, mint Baját, tehát ez a Mária Terézia kori paraszbarok Dunamenti kisváros és hát szóval így a házak azok így csontra voltak bontva, kivéve azok, amikre ilyen minimummal, ilyen méteres betűkkel rá volt írva a betűvel, hogy Szöbszke kucsá, azaz, hogy szerb ház. Azokat nem lőtték szét, de amikor én ott voltam, akkor ez tényleg egy teljesen full halott város benyomását keltette. Nektek újságíróként volt egyébként komolyabb beszében az életetek bármikor, akár neked személyesen? Hát nézd, nekem az életben legtöbbször Szerbiában tartóztattak le. Öhm, öhm. Ott többször is, négyszer vagy ötször, ö, hát ezt nem nevezném az mikor Amikor Szarajevóban voltam, ö, egyszer a Magyar Narancsnak volt egy ilyen küldöttség, aki elment az Oszlovodzsénye nevű szarajevói lapnak a, az 50. évfordulójára, és akkor az Őrsi István író volt velem és a Déri Miklós fotográfus, Hát ö, ott az, az ugye egy más típusú harc volt, mint a Kretszalóniai, ami ugye alapvetően egy ilyen falusi ö, vérengzések voltak. Ö, ö, ott volt egy ilyen ö, kresztábla, az volt ráírva, vagy pazsi sniper A keresztutcákba, ahova be lehetett lőni a, 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 a hegyekből. Ez azt, jelenti, ez azt jelenti magyarul, hogy vigyázz a torvölvész. Tehát kresztábla ezen úgy én elég sokat gondolkodtam annak idején, egyszer láttam a szálloda ablakába, hogy az ősi pista jött ott keresztül az úton, és akkor így rálőttek, megugrott, és akkor ilyen cikcakba jött be a szállodába, és hát utána, azt mondta, hogy ezek pancserok, hát azt mondja, 956. november 4-én a Damjanics utcában, amikor az oroszok hosszából lőtték, na az volt valami, hát de ezek pancserok. Volt egy másik értesülés a magyar sajtóban is, mi szerint kapcsolat volt hazai, magyarországi neonáci csoportok, illetve a Délszáv háborúban harcoló szintén fasiszta csoportoslások között. Arra gondolok alapvetően, hogy személyi Kis Tamás újságíró szerint Flores tagja volt a Magyar Nemzeti Szocialista Akciócsoportnak, ami százával közvetítette a Délszáv háborúban magyar neonácikat. Te hallottál -e erről? Hát nézd, én nem tudom, én a magyar neonácikat általában azért ilyen plüskutyának tartom, tehát hogy szóval, hogy úgy, úgy nem, 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 nincs előttem az a kép, hogy ott elkezdenek Maxim géppuskával ö, lőni az egyébként szintén hát motivált ö, szerb csetnikekkel, ö, paramilitáris alakulatokkal, Arkanovcival szemben, tehát ezt így, 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 nincs előttem. El tudom képzelni, hogy volt olyan ember, aki, aki elment önkéntesnek, ö, ugye ez az önkéntesnek menés, ez, ez ugye mostani háborúban, Ukrajnában látjuk, hogy mit tudom én, az a kanadai mesterlövész elment, és nem tudom én, ő ugye egy ilyen nagyon hatékony ember, tehát hogy, hogy ilyenek vannak, de Nézd, ez a, ez a délszláv háború korszaka, ez ugye a szabó Albertes időszak volt. Ez a világura, ami nemzeti, vagy népura, ami nem tudom szóval ilyen. Hát egy ilyen pósznyilas ö, valami volt, az egyenruhát szerették, stb., ö, de nem gondolnám azt, hogy komolyabb harcértékkel rendelkeztek volna, és hogy ö, lett volna annyi gatyájuk, hogy elmennek a délszláv háborúba. De nem zárom ki, tehát ö, egyáltalán nem zárom ki. Összességében szerinted milyen jelentősége van egyáltalán a Rózsa Freire szemlékezetének 2022 Magyarországán? Kérdezem ezt azért is, mert igazából az előző panelben Kert Attila és Csintalan Sándor is egyetértett abban, hogy különösebb jelentősége lenyomatlan neki a korszakra nem volt, és éppen ezért jelentősége ma sincs. Egyetértesz ezzel, árnyalnád ezt, ellentmondasz ennek? Hát ahogy mondtam korábban, tehát én egy 19. századi ilyen regényhősnek tartom őt, tehát egy ilyen, egy ilyen forradalmára alkat egy ilyen ideológiák között rohangászó, illető, aki így, így minden áron akar valamit. És ez az akarás, ez lehet, hogy egy tárgy nélküli akarás, de az, hogy akarja, azt, azt, azt nagyon akarja. Uh -huh. Tehát én azt gondolom, hogy ő ilyen szempontból egy érdekes figura, nem gondolom a korszak meghatározó szereplőjén, ennek ez nyilvánvaló, gondolom majd beszélgetsz a, a, a összedi beszéd kiszivárogtatásáról, stb., az iszlamista korszakáról is, hát, meg hát ugye a zsidó gyökereinek a kutatásával való foglalkozása, meg nem tudom én, albán keresztényekkel való együttműködése, meg nem tudom én, tehát szóval egy ilyen fura figura volt, én azt mondom, hogy önpusztító mém volt. Vágva egy B. András, nem szépen köszönöm, hogy elfogadtad a megkívásunkat és eljöttél a stúdióba, gyere máskor is majd! Köszönöm. Hamarosan folytatódik a műsorba, érkezik ide Szilvási György és Dezső András, hogy beszélgessünk velük az őszödi beszéd esetleges kiszivárhatatásában játszott szerepéről, Eduardónak, illetve a titkos szolgálati kavarásairól. Mielőtt azonban ezt megtennénk, nézzük meg egy rövid részletet a már emlegetett Fekete Ibolya Csikó című filmjéből, amelyben Rózsa Flores a szolgálati beszervezéséről beszél. Nem szeretem a rendszert. Nekem túl lángos volt. Szereti a nyugalmat. Bennem csileóta folyamatosan nőtt a düh. Tudtam, hogy mit vettek el tőlem, és eldöntöttem, hogy egyszer visszamegyek és lelövök mindenkit. És erre fogok felkészülni. Érettségi után jelentkeztem a katonai főiskolára, a hat erőrökhöz. Hamar felajánlottak, hogy mehetek más területre, ha akarok. Mert hát megbízható, nyelveket tud, akkor már öt nyelvet gond nélkül kezeltem. Na, náhogy akartam. Kikerültem minszbe a Felix edmondovics belügyi belügyakarimjára, az általános elhalító hírszerző politikai szakra. Ott tanult az egész Börös világ. A bajok Minszben kezdődtek. Az európaiak ittak, kurváztak és csendcseltek. Mi meg a kubaiak, vietnámiek és én állati kommunisták voltunk. És az derült ki, hogy még a szovjet tisztek sem hisznek abban, amiről beszélnek. Végül gyomorfekét kaptam, és hazaküldtek jó kezelésre. Nem megyek vissza. Vagy hazajöhetek, vagy nem csalom tovább, és akkor leszerelek. Anna, nem lehet csak, hogy hazajönni. Akkor pedig abba hagyom az egészet. Ha ezt abba hagyod, soha semmit nem fogsz végigcsinálni az életben. Magát köti a katonai fegyelem. A gerilla működésének alapja a fegyelem. Ez olyan erő, amit belső meggyőződésből fakadt, és tökéletesen észszerű. Ernesto Csegevára. Na jó, ha nem tér észre, megkezdheti sor katonai szolgálatát a román határon. Akkor legalább látom a végét. Egy évre leküldtek a határa, aztán megint megkerestek volt ideje lecsillapodni, most már dönts el, hogy mit akar. Magának komoly feladatot szánunk, van hozzá tehetsége és elhivatottsága is. Kár lenne elpocsékolni azt a rengeteg tudást, amit megszerzett, és az adottságokat. A hírszerzéshez nem mehet, ahhoz maga túl feltűnő. De az elhárításnak kifuthatja magát. Azt ajánljuk, maradjon hivatásosként, kap rendfokozatot, és mehet iskolára. Edward életének egyik nagy rejtélye, hogy milyen szerepet játszhatott, ha játszott egyetlen bármilyen szerepet az összedi beszéd kiszivárogtatásában, illetve hogy a különböző szolgálatok használták, használhatták-e az ő személyét bármilyen típusú kavaráshoz. Ezt fogjuk körbejárni mostani blogban. Itt van velem Szilvási György, ex miniszter és Dezső András újságíró, a HVG munkatársa. Szervusztok, köszöntöm benneteket az adásban. Jó estét mindenkinek. Ugye, hogy először hozzáfordulok, ugye Eduardot az utolsó kis titkárként is szokták emlegetni, és te magad is ez időtájt a kis egyik fontos vezetője voltál. Milyen híre volt neki, illetve milyen emlékeid vannak akár személyesen Eduardoval kapcsolatban? Ez 35 éve volt. Ő akkor az ELTE utolsó kis titkáraként tagja volt az egyetemi főiskolai tanácsnak, amelynek én voltam az egyik vezetője, illetve egyetemi osztálynak a vezetőjeként is dolgoztam. Hát olyan havi rendszerességgel találkoztunk 87, végén 88 elején, első felében. Hát eléggé balos nézeteivel tűnt ki akkor az egyetemi kiszözetők közül, ezért aztán olyan túl sokat nem érintkeztünk, nem kommunikáltunk nagyon csak a hivatalos alkalmakkor. Egy kérdés még egy meg, ugye 89-ben a Munkásőrség című újságban készül egy interjú, amiben a következőképpen nyilatkozik az átalakulásról elég idealista felütéssel, ha idézem ezt pontosan, a jövő pontosabban az én jövőm olyan ifjúsági szervezetben van, amint mondottam, amelyik felvállalja a baloldal haladó értékét és hagyományait. Ez azzal jár, hogy jelzőket akasztanak majd ránk és vádolni fognak százféle dologgal, de nem félünk. Mert ez a korosztály nem korrumpálódott és főleg nem kompromitálódott. 20 évesek vagyunk, akik nem éltek 49-ben, se 56-ban, 68-ban pedig csecs voltunk. Így aztán a kommunista jelzőt vállalva tiszta lappal indulunk. Te hogy látod a helyzetet valóban? Megalapozott volt ez a fajta bizakodás, a kész esetleges átalakulását, illetve volt-e ilyen típusú potenciál az akkori kézben? András, fordulok hozzád. Ugye neked a könyvedben egy elég fontos fejezet szól arról, hogy milyen szerepet játszhatott Eduardo az úgynevezett Sakál magyarországi jelenléténél. Ugye pont itt az előbb volt Vágvagyi B. András, aki cáfolta azt, hogy a tolmácsa lett volna. Úgyhogy kérdezték, hogy akkor módszeresen menjünk rajta végig. Milyen kapcsolatban volt Kárlosszal, és milyen típusú tevékenységben segítette az ügytartózkodását Magyarországon? Ugye Kárlos a Sakál néven ismert az egész világon ismert terrorista, 79 nyarán, illetve 80, 1980 nyarán jött Magyarországra először, és egy olyan hat évig, vagy ha igen, hat évig rendszeresen Budapestre látogatott. Nagyon ellenmondásos az, hogy Edvard Lózsaforrásznek milyen volt vele a kapcsolata. A rendszerváltás után, amikor még egyáltalán nem lehetett tudni semmit, az egész sakál sztoriról, tehát a sakál itt tartózkodásáról és a magyar titkosszolgálatnak az ember játszott szerepéről, akkor 90 es évek elején ő maga, tehát Eduardo hang hangsúlyozta, vagy hangoztatta, hogy ő a tolmácsa volt, a legjobb barátja volt, itt a legjobb budapesti barátja volt Carlosnak még olyat is mondott, hogy egyszer jöttek Visegrádról haza, és egy figyelőkocsi követte őket, és ő, ő, a sakál rálőtt a figyelőkocsira, és az eltalálta az egyik figyelőt, aki azóta is kerekesszékben van. Ezt a német, vagy az osztrák profil című lapnak nyilatkozta. Azért azt tudjuk, hogy ilyen nem volt. Tehát egyrészt nem rálőtt valóban a sakál az egyik figyelőkocsira, de nem sérült meg a, a figyelő nem volt ott akkor éppen. Edvárdó vele, és itt ugye és egy Azért jel... az bocsáss meg, tehát hogy lehet az, hogy a korabeli szolgálatok egyik autójára rálőhet egy itt tartózkodó külföldi állampolgár, se le nem tartóztatják, sem különösebb retorziók nem érik emiatt. Hát azért azt gondolom, hogy ez akkoriban is köztörvényes bűncselekménynek számított, sőt, hivatalos személy elleni erőszak tényállása bőven megáll rá, de nem vagyok bíró, de gondolom. Igen, igen, csak ez nem egy normális hétköznapi ember volt, tehát idejött a Sakál 79-80-ban Magyarországon, meg az ők is baráti társága, és akkor erről tudott a magyar, akkori magyar titkosszolgálat, a politikai vezetés is, és egy roppant kínos helyzet volt, mert kádárék nem akarták, hogy itt legyen egy terrorista és a, a társága, de, de nem is nem tudtak mit csinálni, így az volt a kiadva, hogy egy ilyen totális ellenőrzésre vonják őket, tehát figyeljék őket, tudják meg, hogy mit csinálnak, ennyit tudtak csinálni, úgymond a magyarok, és, és amikor döntés született arról, hogy jó lenne kicsit kiszorítani, hogy érezze magát kellemetlenül, akkor például betörtek a szállodai szobájába direkt látványosan, hogy hogy akkor valahova mozogjon, akkor ő elment egy vend utcai, egy budai villába, ott béreltek egy házat, az már be volt akkor technikázva, a magyar titkosszolgált betechnikázta, rendszeresen titkos kutatást végzett, tehát mindent hallott, amit ott a sakálék mondtak, a sakál és a, és a köre, és amikor már nagyon el akarták innen kergetni, akkor azt kommunikálták fel, ugyanis volt egy állandó kapcsolattartó a titkosszolgált és a sakál között, és az nem Edvárdó Rózsa Flores volt, azért nagyon fontos dolog, hanem egy V. József nevű akkori ezredes, aki legalább 25-ször találkozott személyesen Sakállal, és tudta azt, hogy Sakál egy terrorista, ő pedig a titkosszolgálat embere. Tehát megvolt egy, egy majd, hogy nem hivatalos kapcsolat, ez az ember elkezdte neki mondani, hogy sajnos az amerikaiak, a nyugatnémetek tudják, hogy itt van, és ők nem tudják megvédeni, stb. stb. És azért, hogy, hogy kicsit egy ilyen játszmázásba kezdtek vele, hogy próbálják kiszorítani, ezért amikor figyelőztették, tehát ráállítottak figyelőket, akkor nyugatnémet autóval mentek a figyelők, és Hát a sokkal úgy gondolta, hogy ne figyelje már őket egy nyugat-német titkosszolgált, és akkor így rálőtt a kocsira, de nem sérült meg benne senki. Carlos, egy Eduardo Rózsa Flores ebben az időszakban, utólag azért ezt biztosan lehet tudni, ő úgy lépett vele kapcsolatban, hogy a határőrségnél volt akkor állományban, és Ferihegyre osztották be akkor, amikor a sakál és a bandája bejött, és bizonyítottan ott beszélt vele, tehát ott találkoztak de erős túlzás, hogy, hogy nem tudom, közeli kapcsolatban, vagy baráti kapcsolatban. De akkor volt -e ebben szolgálati indítatás, hogy volt -e akár adott esetben parancs Flores irányába, hogy próbálja meg baráti kapcsolatot kialakítani carlos -szal? Hát Edvard Rózsa Flores később, amikor már ő is minimalizálta a szerepét, és ő maga is mondta, hogy egyébként nem volt a tolmácsa Kárlosznak, ezt már később a 2000-es években ismerte el, előtte még ment ez a duma, hogy ő mennyire közeli kapcsolatban volt vele. Ő igen, ő azt mondta, hogy hivatásos szolgálatban volt, amikor beszélgetnie kellett, uh -huh. tehát kapcsolatba kellett lépnie a terroristával. Ugye akkor ragaszkodott az, hogy a filmben, a róla szóló filmben is megjelenjen Kárlosz, sőt úgy nyilatkozott erről, az, erről, a kérdésről, idézem őt, szerettem volna megjelenni a Kárloszról alkotott véleményem a filmen, és ennek segítségével eloszlatható lesz a negatív mitosz, amelyet felépítettek személyes köré. Az Egyetlen célom ezzel az volt, hogy rávilági csak sok hazugság látott napvilágot a parancsnokról és a Magyarországon eltöltött idejéről. Mennyire áll meg ez az olvasat a sakárról? Kérdezem ezt annak a fényében is, hogy azért mégiscsak egy több tucat száz ember haláláért felelős tömeggyilkosról beszélünk. Ez pontosan, hogy egy terrorista volt, aki pénzért vállalt és ajánlkozott fel kormányoknak különböző terrortámadásokat, terror vagy merényleteket hajtott végre, egyáltalán nem volt egy, egy, jó szereplő. valószínű, most, hogyha jó indulatú vagyok, akkor esetleg Eduardo Flores arra gondolhatott, hogy hogy nem volt itt olyan, hogy a magyar állam és a, a sakál együttműködött, és, és nem tudom, itt volt egy ilyen közös munka, közös gondolkodás, ez biztos nem volt. Tehát a magyar államnak nagyon kellemetlen volt a sakál. Ugye 89-ben még a Kádár János Társaság tagjaként éli meg a rendszerváltást, amely hevesen ellenezte ezt az átalakulást, de alig fél évvel később már a szélső jobboldalon található. Ti hogyan szemléltétek neki ezeket a közéleti, pontosabban világnézeti cikc 89 után máshogy se. Tehát mi nem nagyon foglalkoztunk vele, nagyon elsejlte az inger küszöbünket, annyi más dologgal kellett foglalkozni, hogy egyszerűen nem került még sok szóba se. Igazság, azt is meg kell mondani, hogy nem is volt volna információm. Uh -huh. Évtizedekkel később, mondjuk egy másféle később egyszer találkoztam vele egy társaságban, 88-at követően, amikor ilyen zavaros dolgokat adott elő, amit sajnos nem tudtam mihez kötni, se előtte, se utána, és személyesen nem is beszéltem vele. De a, ennek a csapongásnak az oka az őszinte, nem tudom, útkeresés, vagy látsz fajta magyarázó erőt abban a föltételezésben, hogy ő közelített a szolgálatoknak? Hát ezt, erre semmilyen bizonyítékom nincsen, se abban az időben, amikor én, nekem közön volt a szolgálatokhoz, se pedig azt megelőzően. Inkább az egyéniségéből következhetett ez. nagyon nem ismerem olyan mélyen, hogy akár ítéletet is mondhassak róla, de, de az én azt láttam, hogy szeretett úgy csapódni, aminek a vége, vagy a következménye az, hogy az élére állt annak, ami, amihez csapódott. Uh -huh. De hogy mihez csapódik, azért az véletlenszerűen alakulhatott ki. Nyilván ez a nagyon baloldali kommunisztikus felfogása, ideológiai megközelítése szerepet játszott abban, hogy mi ez közel legyen. De az, hogy most bal vagy szélső jobb, ez igazán attól függött, hogy kivel került össze, kivel találkozott. Annál sem, mit gondolsz mennyire volt autonóm az útkeresése, és mennyiben volt az esetben eszköz mások számára? Jó kérdés, szerintem a kettő nem zárja ki egymást. Ő olyan típusú figura volt, aki olyan helyszínekkel jelenik meg, olyan szereplőkkel érintkezik, akiket, a, akik, ugyanúgy, akik után érdeklődnek a titkosszolgálatok, a magyar és a külföldi titkosszolgálatok. Egyetlen egy emlék, 2000-es években, amikor a, már túl voltunk a 2002-es hídfoglaláson, Ugyan. amit hát a gőszervezet. egy teljesen más ügyben találkoztam egy itteni brit újságíróval, aki szabadúszó újságíró volt, de látszott, hogy elég jó biztonsági vonalon, elég jó kapcsolatai voltak. Tehát lehet, hogy ezzel mással is foglalkozott, később tudom, hogy üzleti hírszerzéssel, tehát ki tudja, milyen vonalon. És a magyar, ugye ez a 2001 után volt, már nagyon érdeklődtek nyilván a britek és mások is, hogy milyen a, a terrorhelyzet és Szóba került a, a magyar iszlám közösség, és valahogy szóba került Edvárdó neve is, mert amikor beszélgettünk, és akkor így nagyon meglepődött, hogy mikor megtudta, hogy, hogy, hogy akkoriban lett muszlim Edvardó és, és így így figyelmeztetett tulajdonképpen, hogy vigyázzak vele, mert egy ázom provokátőr és. és Na, sok mindenben benne van. Na most az volt nekem a furcsa, hogy ez egy brit újságíró volt itt. Ja. Tehát, hogy, hogy, hogy olyan értem, hogy még, még ők is így figyelték, vagy, vagy felfigyeltek rá, de az, hogy, hogy ugye arra, hogy mennyire volt ő autonóm, vagy, vagy mozgatta-e valaki ezt így, nagyon néz megmondani én idő után is. A 90-es években a fő magyar szélsőjobboldal nyilvánvalóan teljesen új típusú kihívások elé állította a rendvédelmet, hogy csak egy vonatkozására utaljak itt Rózsa Flores életének, lehetett tudni azt, hogy egyes értesülések szerint ő a Vajdaságban szélső jobboldali csapatokat szervezett kifejezetten Vajdaság Magyarországhoz való visszacsatolása érdekében, elvégben itt Torockai László is megfordult. Üh, milyen típusú kihívást jelentett az akkori rendvédelmi erők számára ennek az esetleges veszélynek a kezelése a te értesüléseid szerint? Tehát a 90-es évek második feléről nincsen sok információm, a 2000-es évek közepén történtekről, azonban annál több. Ugye akkor jelentek meg ezek a szervezetek a a nemzetbiztonsági szolgálatok látókörében érdemlegesen. Az, hogy előtte voltak -e közük hozzáfigyeltéke, hát erről nincsenek érdemi információim, mert ők tudni nem voltak fontosak. De a 2000-es évek közepén ugye azzá váltak, mert hiszen akkor erősödtek fel azok a törekvéseik, amelyek a rendszer, az is mondjam, nem alkotmányos eszközökkel való megdöntésére irányultak. De hogy ezekben a, a mi úgy hívtuk, hogy Rózsagyi Eduardo egyébként. A... hogy? Rózsagyi Eduardo, Rózsagyi Rózsa Rózsa ja. Rózsa Hogy ő neki ebben szerepelett volna, azt nem nagyon hiszem, akkor már, tehát uh -huh. a 2000-es évek közepén. A 90-es évek második feléről nincsenek még érdemi információ, hiszen nem is voltam a körükben. És akkor a 2000-es évek közepén, hogy látod ezt a kérdést? Mert ugye Csintana Sándor ült itt nem olyan régen ebben a stúdióban, és azt mondta, hogy ő... Györkös István is kapcsolatba tudja hozni, ugye egy rendőrgyilkos terrorista volt. Neked volt-e kifejezetten arról értesülésed, hogy a györkös volt konkrét érintkezés Floresz és Györgösék között? A, a Flores és, és érintkezési köreiről nincsenek érdemi információi, mondom, ezek nem jelentek meg én előttem. Lehet, hogy a szolgálatoknál volt olyan tiszt vagy hírszerző, aki énnek volt, de nekem nem. Tehát hozzám az én szintemre nem jutottak el ilyen információk. Hát ellenben a szélső jobb tevékenységéről annál több, amelyek azért tudtak felerősödni akkor, mert egy parlamentenben lévő ellenzéki párt támogatta ugye őket, és a, a hónuk alá nyúlt, érdemben teret adott, politikai teret adott az ő törekvéseik megjelenítésének. Térjük rá akkor az beszéd állítólagos kiszivárogtatására. Ugye itt arról lehet tudni, hogy van egy feltételezés, ami szerint ő, ő mögött, ezt ő maga is ugye táplálta a Hun hírnek adott 2008-ban egy interjút, amiben azt állítja, hogy közvetítőkön keresztül kapta meg a felvételt, azt akarták, hogy ők tegye közzé, ő ezt tovább passzolta a Fidesznek, és onnan került ki a nyilvánosságba. Ráadásul kiinduló még téged is megnevezett, mint kapcsolatát, te ezt többször már a nyilvánosságban. Mit gondolsz, miért a te neveddel állt elő? Hát ugye a legkevésbé fontos az én nevem ebben a több órás interjú sorozatban, amit, amit megjelentettek, megjegyzem, ezt nem a Hú hírnek adta, ott jelent meg annak a, az újságírónak a tollából, aki, aki könyvet készült írni a Rózsán Flores életéről. Na, akkor hova készült, bocsáss meg, akkor ezt pontosítsuk. A könyvet? Nem, a fölvétel. Könyvnek. Tehát hogy ja. egy, könyvet akartak belőle készíteni, csak aztán utána a kormányváltást követően nem került rá sor. <laughs> és, és, akkor ugye fölrakták a hóhíra az én információim szerint. Tehát ott, én is ott találkoztam vele egyébként ilyen, ilyen teljességében ennek az interjú sorozatnak. Tehát a legkevésbé fontos az, hogy az én, én mit gondol, mert tudni, amit velem kapcsolatosan mond, azok találgatások. Ő hallotta valakitől, akinek mondta valaki, hogy esetleg én vagyok mögötte. De mondtak is Péter nevét is, Szekeres Imre nevét is, ugye szóba hozza ebben az interjúban. Ugye ezekről, mivel nincs információja, ezért találgat. Velem kapcsolatosan azt mondja, hogy hát elég okos vagyok ahhoz, hogy ezt én, ha akarom, akkor el tudtam volna intézni, hogy kiszivárogtassam az összeti beszélet. Ugye ez volt az egyik fő bizonyítéka arra, hogy én esetleg mögötte lehetek. De nem vagyok mögötte, úgyhogy nem is érdemes erről foglalkozni, ezzel foglalkozni. Sokkal inkább azzal a részével érdemes, amit ő személyes élményként ad elő az interjúban. Tehát amit nem hallomásból tud, hanem amit ő csinált amit ő szervezett. Persze ezt is ellenőrizni kell, megjegyzem, nem tették meg 2010 követően, nem véletlenül. De ugye az a, az, a az, az, interjú részlet, amelyik ezzel foglalkozik, és arról szól, hogy ő mit csinált, na az sokkal inkább figyelemre méltó ez és érdekes. érdekes. Hát ugye az arról szól, hogy ő megkapja valakitől, azt hiszem két közvetítőn keresztül valamelyik mszp politikustól, ezt követően hát elviszi a Fideszhez gyakorlatilag az anyagot, és akkor onnan leírja azt a történetet, amelyiknek a, a vége az, hogy a megvágott felvételt bejuttatják a rádióba, illetve a, nem tudom, hány futárra, 8 futárra, vagy 12 futárra körbeviszik az országba. Majd ezt követően, ami szintén nincs igazán gócső alatt, vagy nem volt sohasem, hogy hát, mik, mik, mi, történik ugye 2016. -20, szeptember 18-án, 19-én, majd október 23-án, ami egyenes folyamánya annak, hogy Rózsa Flores eljuttatja a felvételeket, személyesen elviszi az ő elmondása szerint, azt hiszem Kósa Lajost említi először ebben, a, ebben, az interjú sorozatban Debrecenben. Most azt implikálod, vagy ki is tudod jelenteni, hogy akkor a te szerint, vagy van konkrét információd, hogy Rózsa Floresnek volt köze az őszi eseményekben ez? Ő, ugye az egy előzmény, amit ő leír, és, kép, és, és és amilyen részt vesz, az egy előzmény. Hogy ősszel voltak -e köze hozzá az események, az arról semmilyen információm, azt hiszem, hogy nem volt. Tehát ő abban már nem vett részt, az már önálló életet élt, az őszi események előkészítése, megszervezése, az sokkal profibb csapatot igényelt, azt már a Fidesz kézbe vette, és, és nem hiszem, hogy szükségük lett volna a Rózse Flores Eduardo segítségére. És akkor volt-e köztetek bármilyen olyan típusú konfliktus, ami miatt bedobhatta a nevedet, vagy pusztán csak annyi állat mögött, hogy mennyi ki a titokminiszter Szilvási, őt ismerem hát, is Ugye mögött megint csak a spekuláció. Ugye van-e van az a vonal, amelyik azt mondja, hogy Júcsány Ferenc érdeke volt ennek a beszédnek az kiszivárogtatása, ahogy ő fogalmaz azért, hogy elterelje a mert megjegyzem, ebből lett az Elkurtuk című filmnek is a fő vonulata, a fő Igen. állítása, ennek semmi köze a valósághoz, és úgy hamis, ahogy, ahogy ez most hangzik is. Tehát ez egy vonal, és ebben a vonalban azt ugye mindenki tudja, hogy én az akkori miniszterelnökhöz közel álló személy, előtte és utána is közel álló személy voltam vagyok, tehát az egy kézenfekvő dolog volt, hogy a titkos szolgálatokat én irányítottam, tehát ez egy érdemi spekulációs lehetőség, de... Hát jellemző erre, hogy mondja, hogy Kispéter is szóba került, aztán Kispéter egy, amikor, amikor cáfolta valakinek, akkor azt mondta, mégis mégse ő, akkor mégis én. Ez, hát ezekkel lehet foglalkozni, de nem nagyon érdemes mondom, mert ő ezt harmad kézből hallja, vagy hallotta, hát ez, ez sok ilyen van. Újságírói megközelítésben mi az, ami elmondható és biztosan állítható Flores esetleges szerepállásáról, az összödi beszéd körüli kavarásról, és mi az, ami nem biztosan állítható, de megalapozottan csak feltételezhető? Hát szerintem a, a, azért azt az lehet tudni nyilván, hogy köze volt, a, tehát ami tény, hogy hozzá elkerült a felvétel, hogy ott házal, megpróbált velni, megpróbált vele házalni, megpróbált eljutatni szerkesztőségbe. Ezt akart érte szerezni? Valószínű, tehát ezt ugye nem lehet tudni, hogy most pontosan Jó, nem tudjuk, hogy, bármi. Hogy, hogy ingyen, igen, igen, vagy odatta volna. tehát, a, tehát én egy kicsit azt látom ebben a történetben, hogy mind a titkosszolgálat szerepe kicsit így misztifikálva van, ahogy általában mindig, hogy, hogy, valami nagy kavarás van. A Flores erre szeretett is rájátszani, és itt visszautalnék a Carlos Torilla, tehát ott is színesítette a történeteket, és nyilván volt ismerete, de a többit kibővítette, hozzátette. És tehát az biztos, hogy, hogy nála volt a felvétel, az biztos, hogy kapcsolatba lépett újságírókkal, hogy hogy ezt valahogy, vagy főszerkesztőkkel, hogy ezt valahogy értékesítse, már nem úgy, hogy pénzért, de hogy valahogy eljutassa a médiába. De, de olyan komoly szerep szerintem ebben nem volt. Tehát ilyen hídemberként, negyedikként mondjuk a láncba jöhetett szóval én, én, nem, én, nem, látom ilyen nagy központi szereplőnek ebben a történetben, inkább mint egy idézőesen egy ilyen közvetítő vagy egy ilyen futár. De akkor ez megint a közéleti nagyzolásnak egy példája az ő életében? Tehát egy, megint egy olyan típusú önkaserulási kísérlet, amiben megpróbálja a saját szemét fontosabbnak, jelentőségteljesebbnek mutatni, <hül> mint amilyen valójában. Tehát lát egy közéleti eseményt, érzi, hogy ott van valami fajta lehetőség adott esetben figyelmet nyerni, lehet, hogy pénz, bármi mást, és megpróbálkozik vele, mint hogy ezt tette már korábban sokszor? az ilyen típusú kiszivárogtatásnál, mint az összedi beszéd, de sok ilyen van, tehát nem csak ez, ott mindig megjelennek ilyen, ilyen zavaros figurák, a borkai ügynél is egyébként a borkai videóval is igen. házoltak. házaltak, tehát mindig van ilyen szürke zóna, ahol megjelennek ezek a, nem, nem is csak egy ember, tehát valamikor ezek a felvételek ugye több embernél van, itt is ugye mit tudom, meghallgatta, meghallgattatta valami hangmérnökkel, minden, tehát hogy, hogy ezek itt terjednek, és akkor igen, és akkor ezek a figurák egy részét ismerik az információnak, vagy a történetnek, tehát hogy, hogy ők mit csináltak, aztán utána ebből lesz egy nagy cirkusz, amire esetleg nem is számítanak akkor, amikor még házalnak ezzel az anyaggal, mert ugye senki nem tudta igazából kiszámolni, kiszámítani. És utána, igen, utána van bennük egy ilyen, hogy akkor feladítsák a szerepüket, és a hiányzó részeket, amiről ugye nem tudnak, azt, azt a fantáziájukkal, vagy az egyéb félinformációkkal, vagy innen onnan szerzett értesülésükkel kiegészítsék. Hát ezt csináltam, de... mondom, a Kárlosznál is ugyanez volt, hogy, hogy tolmácsa volt, meg nem tudom, ez meg az, meg az is közben a valódi szerepe, az meg tényleg igazából jelentéktelen volt. Azért mondanám, hogy egy picit nagyobb jelentőséget tulajdonítsunk annak, hogy elkerült hozzá felvétel, mert azért ez nem egy, hát egy bárhonnan beszerezhető anyag volt. Ugye ez, ez elméletileg egy elég szigorúan zárt helyen lévő kazetta volt, amelyikről lemásolták a a felvételt, és az ő kezébe jutott. Azért ez nem egy. Mara, o... Bocsás, meg ugye egyszerű... kettő kazettáról tudunk, az egyik a minisztérium, a másik a pártnál volt. Te azt mondod, hogy ami Floresznél landolt, az a minisztériumi kazetta lett volna. Nem. A, a szakszolgálat ezt ugye 2006-2007-ben megvizsgálta, ilyen összehasonlító elemzéseket csináltak, ugye minden kazetta, amikor fölveszik, a dekken nyomot hagy, vagy Igen. fordítva a dek nyomot hagy a kazettán. És ennek a, ennek a jeleknek az átvizsgálása után 2006-2007-ben a szakszolgálat azt a jelentést tette le, hogy a az MSP-nél lévő anyagot másolták. Egyébként a miniszterelnök hivatalban lévő anyagot nem is nagyon tudták volna, az egy nagyon zárt helyen volt, azt, de hát, az, 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 az nagyon direkt dolog lett volna, hogyha. És akkor honnan került Hát ezt mondom, ez egy célzott kiszivárogtatás volt, tehát nem véletlen került hozzá. Az, aki... a ki állta. Hát ezt nem tudjuk, ugye ezt, ezt, se ő nem tudja, én sem tudom. Tehát, hogy ki az, erre mondtam ezt sok nyilatkozatomban, hogy ha majd valaki halálos ágyának ezt elkövette, megszállja őt a, 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 a jó lélek, vagy jó tészség, nem tudom mi, akkor majd bevallja. De, de, hát ugye ez egy viszonylag széles kör, 6 ember, aki itt szóba jöhet. Van egy 2009-es jelentés, Gerilla névre hallgat, ebből lehet igazából tudni részleteket Eduardo szerepéről, úgy az összedi beszéd kapcsán, mint egyébként az őszi események kapcsán. Mi az, ami áll igazából ebben a jelentésben? Hát ezt a jelentést még nem ismerjük. Tehát ez, ugye ez, 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 azután lett nyilvános, vagy nem nyilvános ismert a, a döntéshozók számára, a politikusok számára, amikor megtörtént a kormányváltás. Erre utaltam én az előbb, hogy ez ezen feltűnően nem mentek tovább ezeken a szálakon. teljesen elvarták, elzárták, nem foglalkoznak vele a nyilvánosság előtt. Hogy, tehát, hogy mi van a, a jelentésekben, azt csak a hiszivárogtatásokból ismerhetjük, amiket engedtek a sajtó számára. Gondolom, te se olvastad, hát én, én se olvashattam már akkor, amikor ugye kikerültem ebből a pozícióba tehát itt tulajdonképpen arról, vagy ha jól értem, akkor az itt a lényeg, hogy a, 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 aminek nem mentek jobban utána, hogy volt egy telefonbeszélgetés, ami Edvard Rózsa Flores és a Fidesz e, akkor még ellenzéki vezetőiről, e, vezetőik vezetői köz zajlott. Ezen nem volt Ormán Viktor ott, mert ő éppen a Brüsszelben volt, de a repülőtérről bejelentkezett, és, és arról beszél, magáról felvételről beszélgettek. És ha jól tudom, akkor ugye részben utána, amikor a titkosszolgált vizsgálta, hogy éppen akkor hol tartózkodtak a, a telefonok, tehát a politikusok telefonjai, akkor ennek azért volt jelentősége, mert az a helyiség, ahol amit Edvárdó Rózsa Forest megjelölt, vagy tehát, hogy valamiféle irodában voltak, hogy ezt be kellett mérni, uh -huh. és innen kanyarodunk el az Ovi Bajus tehát, hogy amikor megfigyelték, úgymond Orbán Viktort, Kövér Lászlót, akkor itt a hívás adatokról van szó, ez egy cella információk, hogy akkor éppen hol tartózkodott, és ha jól értem, akkor ennek nem ment utána, később 2010 után jobban a titkosszolgálat. Hát annyira utána ment, hogy büntetőfejlentéseket tettek az előző vezetéssel szemben is, a Laboz Sándorral velem szemben is eljárásokat indítottak, ennyiben mentek utána, de lezárták az érdemi vonalat természetesen, mert nem volt az érdekük, hogy a valóságra fény derüljön. Hát az, hogy a Fidesz áll az egész szeptemberi-októberi esemény sorozat mögött, az ugye a történelmi hamisításnak hát nem feltétlen kelléke itt most a Fidesz esetében, tehát pont az ellenkezőjét. De ismerjük. akkor bocsánat, tehát, hogy ti ismeritek -e ezt a gerilla jelentést, vagy van benne olyan értesülésetek, amit nyilván nem mondhatok el, mert ha az ott már minősül, akkor nem akarlak erre rábírni benneteket, de hogy a megítélésetek szerint radikálisan fölülne, akár az őszi események, akár Flores érintettségét az összmény beszéd kapcsán, hogyha ezt megismerhetné a nyilvánosság? Szerintem, Flores, én azért redukálom, ő, ő egy ember, aki egy eszköz ilyen szempontból, egy közvetítő. Itt ugye a nagy kérdés az, hogy ő, mint közvetítő, kiknek ajánlotta fel ezeket, és kik döntöttek aztán ennek a sorsáról, és igen, ő, nyilván lehet jelentőség a 2006-os események megítélésében, hogy akkor, a, a, ezek az emberek együtt voltak-e, akiket ugye Edvárdó is megemlített. Ő elmondja, hogy kinek? Elmondja, igen. Tehát ő ebben az interjúban az a más kérdés, hogy igazat mond-e vagy sem de ebben az interjúban ő elmondja, hogy mit csinált és amit ő csinált, az nagyon egybevág egy sor más információval, például cella információkkal, egyebekkel. De hangsúlyozom, ennek az egésznek, egésznek, a végére nincs pont téve, nem egy pont nincs téve, a mondat nem folytatódik a 2010-es kormányváltás követően. És nem csak a, a Rózsa Flores szerepe, de tényleg az talán másodlagos ebben, tök mindegy, hogy keresztül jutott el a Fideszhez, hanem a Fidesz szerepe abban, hogy ebből ugye mi történt, hogy, hogy, került be a, a, médiába, majd ezt követően, ez még fontosabb, média leadta, leadta, oké, okay. még fontosabb, hogy szeptemberben, októberben mi történt, mert már az, azért már azt gondolom, hogy elég súlyos hát politikailag és meg jogilag is súlyos felelősség terheli a, a, az akkori ellenzéket. Csak egy záró kérdés Dezső Andráshoz, szerinted mik azok a pontjai Eduardo Rózsa Frólesz életének, amelyek kifejezetten oknyomozásért kiáltanának? Tehát ami szerinted még alapvetően felfedezetlen terület, de volna még ott mit keresni, és adott esetben érdemben hozzá tudna tenni az elmúlt három évtizedről valló közös tudásunkhoz? Hát hogyha minden sztorit, valami, ő valamilyen, akármilyen szinten érintett volt, nyilván a Carlos ügynek az aktái azok még nem kutathatók, ez a, a nagyon nagy dosszi halom, csak egy nagyon minimális része kutatható, az nagyon érdekes történet. Nyilván érdekes ugye a 2006-os események, de ott egyébként inkább az, hogy volt-e bármilyen kapcsolat a szervezetbűnözői köröknek vagy szélső foci huligánoknak, és ez mennyire volt szervezett az eseményekhez. És hát nyilván a halála is, a halálának a körülményei nagyon-nagyon zavarosak és nyilván érdekesek, tehát lenne, bőven lenne mit kutatni, de azt gondolom, hogy mindegyik történetben nem mint főszereplője lenne meg hmm. Edward Urózsa Flores, hanem vagy mint eszköz, vagy mint ö, ö, ilyen kavaró ember. Ö, nagyon érdekes, ettől független az életem, mert nyilván mindenhol ott volt, mint egy Forrest Gump, így mindenhol De Dezső András, Szilvási György, nagyon szépen köszönöm, hogy a megkívásunkat, gyertek hogy máskor is. De rendben, köszönjük szépen. Az utolsó blokkhoz érkeztünk, ugyanis 2009. április 16-án Eduardo Rózsa Flores meghalt Bolíviában, igazából máig nagyjából tisztázatlan körülmények között, tehát a 2010-es kormányváltást már nem élhette meg. Mielőtt elutazott volna Bolíviában, adott egy úgynevezetten titkos interjút Kepes András részére, most ebből nézzük meg egy rövid részletet, és aztán azonnal folytatjuk a stúdióból. Tehát arra kell vinni a helyzetet, hogy politikai eszközökkel, de úgy, hogy erőfelmutatva, hogy fel vagyunk készülve, hogy egy pár hónapon belül eljussunk oda, hogy ha autonómia nem, ha együttélés nem, autonómiával, akkor kikiáltjuk a függetlenséget, és csinálunk egy új országot. Most már többes számot használok, mert nem tudok kezdve, én már, már, lélekben már ott vagyok. Téged milyen szerepre hívtak, hogy te legyél a hadsereg főparancsnoka? Nem, még nincs hadsereg, létre kell hozni, vannak szervezetek, amelyek a helyzet miatt félkatonai jeleget vették föl az elmúlt, mondanom kell azt, hogy évtizedekben, ezeknek tagjaiból majd ki kell válogatnom most nagyon sürgősen, tehát pillanatokon belül fel kell a magját annak, ami, az a, ami majd az a milíciál lesz. Amelynek mondom még egyszer, elsődleges feladata az önvédelem, kell, hogy legyen, és ugyanakkor az erőfelmutatás. Tehát e, itt nem arról van szó, hogy majd zászlókkal meg bambuszrúdákkal másíroznak a, a fiúk a, az utcákon. Tehát te arra hívnak, hogy te szervezd meg az van. ellenállást Szantakruszban, illetve a keleti tartományokban. Van, van. Van, 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 És a te utasításait, parancsait igen. alapján fogják megszervezni igen. az igen. ellenállást, illetve később a hadsereget. Igen, igen. Így van tudnak rólad? Nem. A nem, egyelőre. Központi minden. kormány. Egyelőre. Hát na jó, ne legyünk annyira naívak. Valószínűleg tudnak úgy rólam, hogy mit tudom én. Hát van nekik is titkos szolgálatuk, meg egyebük. Tehát ezért is óvatosak vagyunk. Ott is óvatosak, meg én is megpróbálok a lehető legóvatosabbnak lenni. Na most szerencsére nagy területről van szó, ahova megyek, és nagyon olyan tulajdonságú a a terep, meg a lehetőségek, hogy, hogy valószínűleg meg tudjuk akadályozni azt, hogy ott, ott, ott lefogjanak minket, vagy nem. Nem beszélve be arról, hogy jelenleg a központi kormány egyre kevésbé bír mondjuk kiküldeni egy, egy, titkos szolgálati rohan csoportot, hogy lefogjanak valakit Santa Cruz Szóval nem bírnak ők sem mozogni már olyan szabadon, mint akár egy fél évvel ezelőtt. Tehát ott is változott a helyzet két magyart is megöltek tegnap a bolíviai rendőrség rohamosztagosai Santa Cruzban. A lapazi kormány szerint merényletre készültek az elnök és a kormány több tagja ellen. Az egyikük a Magyarországon élő Eduardo Rózsa Flores, aki magyar bolíviai horvát állampolgár. Evo Morales bolíviai elnök szerint őt akarták megölni, ezért utasította a rendőröket, hogy akadályozzák meg a merényletet. Ebben a Santa Cruzi szállodában történt az állítólagos lövöldözés. Az egyik helyi televízió, ahol testeket is megmutat nem sokkal az akció után. A képeken Magyarosi Árpád és Eduardo Rózsa Flores is félmeztelenül alsó nadrágban fekszik. Fegyver nem látszik. Eduardo Rózsa Flores életnek utolsó szakaszához a bolíviai visszatéréshez érkeztünk. Erről írt a Balázs Attila író a Pokol mélyén rózsakert címmel kötetét. Itt mutatom magam mellett lehet látni. És itt van nagy örömünkre maga a szerző a stúdióban. Szervusz, köszöntelek az adásban. Szervusz, mindenkit üdvözlök, beszéljek. Mondom akkor az első kérdésemet, jó? Tehát 2008-ban visszatér Bolíviába, a szülőhazájába. Igen, igen. Um, ugye apja kommunista mi volt a miatt, ők onnan elmenekülni kényszerültek az akkori jobboldali igen. rezsim miatt. Igen. Viszont gyakorlatilag egy baloldali rezsimet jön megdönteni, a jobboldali rezsimet támogatandó. Mi történik vele ezekben az évtizedekben, hogy végül egy ilyen világnézeti fordulat következik be nála, és visszaindulása készteti szülőhazájába. Hát Floresnél szerintem ez nem nehéz dolog, tehát eléggé olajozottan mennek ezek a váltások, tehát Eduardo, mint több Isten hívő ember, ugye eléggé sok templomot váltott idézőjelek között. Hát nézetet, nem tudom, tehát belül valahogy idomította a saját nézeteit ehhez a változás sorozathoz, tehát tudta valahogy a világát eléggé plastikusan működtetni ilyen értelemben. De hadd mondjak pár szót, hogy én egyáltalában milyen kapcsolatban voltam Nekint vele, történt. tehát hogy mi az, amit engem ember közelbe tud hozni. Hát én érdeklődéssel hallgattam a itt a műsor előzményeiben a délszláv háborút, én Délvidékről származom, tehát Jugoszláviából származom, átéltem nagyjából annak a szétesésnek a traumáját. Úgyhogy hát nem úgy éltem át, mint katona, bár eléggé komoly beosztásom volt, tehát hadseregben komandós felderítő. Hát éppen ezért nem, nem akartam oda menni, meg úgy éreztem, hogy nincs mit keresnem, és akkor hát mivel a szélesebb értelemben a család jó része eh, Trianon óta Magyarországon élt, akkor átjöttem ide, itt már voltak public, eh, publikációim komolyan, de valahogy hiányzott az a dolog, hogy hiányzott ez a háború, tehát hogy megnézem közelebbről. És akkor mentem el eh, haditudósítani Horvátországba a Panorámának. Én először ott találkoztam Eduardo flores eh, hát Floresszel nem. Egy az egyben, de hát a nevét hallottam, meg a hírét, és aztán, amikor én láttam, hogy ez a haditudósítás, ez nem nekem való, akkor visszettem <laughs> vissza Pestre, de legjobban zavart egyébként a haditudósításban az, hogy, hogy ugye hát terifikációként rá kellett zoomolni halott arcokra, még hogyha nem is került be műsorba, de hát kívánalom volt, hogy az tényleg ott van, látjuk, felvesszük, megvan. Hát ez elmegy, felfordult a gyomrom, és rájöttem, hogy ez másoknak való, valakiknek való, valakik ezt a dolgot bírják. Visszajöttem Pestre, Király utcában laktam, és akkor nem sokáig beszélek magamról, a Király utcából, hogyha kijön egy körúcsarkára az ember, és akkor megy a Blaha uh -huh. tér felé, jobb oldal, ott volt egy mozin, meg egy meglehetősen híres kávézó fönn az emeleten, az volt a Hunnia. És ott a Huniában találkoztam én, mivel a Magyar Rádióban dolgoztam, gyakran mentem a gyalog, és akkor följártam oda, hát a sört is szerettem, úgyhogy nem esett ez túlságosan nehezemre. És felfigyeltem aztán ott hát fönn azon az első emeleten egy figurára, aki ott ült egy farkaskutyával az asztal alatt. És amikor ennek a farkaskutyának tehát megszólította ezt a kutyát, és azt mondta, hogy titó, titó, akkor előbb azt hittem, hogy nem jól hallom, és aztán kiderült, hogy tényleg titó, tehát a Josi Brosz titó után a volt Jugoszlávia megboldogult elnöke volt a idézőjelek között keresztapja, tehát a titó. És akkor van, nem... ezt tiszteletből adta a ezt a nevet, vagy inkább ez is jelezte azt, amit gondolt a titóról? Hát inkább azt mondanám, hogy mondanék egy kifejezést, amit itt most nem használnék, tehát inkább úgy, hogy viccből, tehát feltűnésből, viccből, meg hát egy jó hetsz megtalálta, nyilván, hogy titó, De egyébként Titóról tudott elég sokat. Én nem hiszem, hogy annyira negatív lett volna Tito iránti a de hát, de hát, de hát, a benne volt ez a, ez a tréfajt Tito. Ugorjunk előre 2008-ra, Ugye, Igen. amikor megérkezik Bolíviába, kérlek, hogy meséld el, hogy mi az a politikai környezet igazából, ami várja a visszatérő florest? Azt gondolom, hogy Horvátországban találkozott ő, egyébként olvastam is valahol. Bocsánat, Akira Kurosawa, japán rendezőnek van egy filmje a vihar kapujában. Rashomon, azóta az a technika használtatik nagyon sokfelé, Ugye valaki megy át az erdőn, megtámadják a banditák, és utána, hát nem ölik meg őt, és utána a bírósági eljárásra vagy tárgyalásra került sor, beidéznek tanúkat, és akárhányan látták, féleképp mondják el ugyanezt a történetet. Azt hiszem, hogy Eduardo Flores története teljesen rasszumoni. Uh -huh. De amit én látok ebből a dologból, az az, hogy ugye visszament Bolíviába, mondta, Kepes András interjújában is elhangzott, hogy miért, hogyan. Azt hiszem, az, az maradt ki, hogy egy irracionális honvágy <coughs> gyötörte egy valamiféle irracionális uh, dél-amerikai, bolíviai uh, uh, vonzalom. És uh, mi várta? Hát uh, akkor már hatalma volt Evo Morales, uh, létezett egy hatalmas feszültség, még pedig Santa Cruz tartomány és még a hasonló tartományok, akik vagy amelyek ott voltak len az úgynevezett Alföldön, a termékeny Alföldön, ahová az úr odapakolta még a földgázt is, hogy nagyobb legyen a boldogságuk. Ezzel a szegény indián a lakosságról szemben, ami megint csak nem olyan egyszerű, mint egy karmai könyv, hogy minden indián, nem tudom, fehér vére vágyik, vagy valami. Nem így van, de egy meglehetősen nagy feszültség fogadta. Ami, ja, ja, bocsom, bocs, ami objektíve abból eredt, hogy hát ahogy Flores is írta valahol, hogy hát földgázban is gazdag ez a mezőgazdasági terület. Ja. Földgázban is gazdag, és például Soros Györgynek is benne van, a, én nem tudom, hogy György hol nem jelent meg már a dolgokban, de itt is megjelent, mint olyan, aki érdekelt a földgázban. És ez a feszültség fogadta, ami keletkezett a Morales és a indiányai, hát a indiányainak egy nagyobbik része, és a Santa cruz meg az egyéb autonómiát követelő tartományok közötti feszkóba csöppent, ő azért is ment, bár egészen pontosan, ezt szerintem senki se tudja, Flores nem is mondta meg sehol, egészen pontosan, hogy miért ment. Szerintem abból, ami mindenkit jellemzett, aki elment ebbe a buliba, egy bizonyos értelemben, bizonyos fokig egészséges kalandvágy. Amit Floresről hallottam, orvos unokatestvéremtől, vagy nem tudom, rokonomtól, hogy van egy ilyen, hogy hogy adrenalin függőség. És ez közel áll a kokain függőséghez, hogyha így veszük ezt a dolgot, egészen közel áll hozzá, egyfajta legyérhetetlen, lebírhatatlan függőség. Egyetlen korrekciót engedj csak meg, mert én vagyok Soros Györgynek a védője, vagy nem tudom, apologetája, de ugye nem hallottam még, hogy ő földgáznál érdekeltségekkel rendelkezne, de simán lehet, van ilyesmi. írta, Flores írta. Flores írta. Hát, írtó sok mindent. A... De nem azt mondom, hanem Floresztről beszélünk, és akkor bilágos, én nem bilágos. azt mondom, hogy én azt gondolom, hogy igen. Nem is feltétlenül lényeges. Azt akartam megkérdezni tőled alapvetően, hogy az a hír járja, ugye a bolív hatóságok azt állítják, hogy Morales elnök megölésére szervezkedtek. Igen. A megítélésed szerint ez mennyiben állja meg a helyét? Ugye maga Flores egyfajta szabadságharcról írt, amikor a motivációit próbálta megmagyarázni. Szerintem az a vonal működött itt, hogy egy bizonyos Branko Marinkovic nevű horvát Santa Cruz-i mágnás, Santa Cruz tartomány egyik mágnása hívta őt, tekintettel arra, hogy ugye Szent László védelmét megszervezte, már mint a nemzetközi csapatok részéről megszervezte Flores, és ennek az egész dolognak Marinkovicsék valószínűleg úgy tehát azt gondolták, hogy ad egy ilyen nemzetközi visszhangot ez az ő harcuk. Na de aztán, ö, ö, merre folytassunk? Hogy valóban erre szervezkedtek el, tehát akartak-e merényletet hát, elkövetni a morales elnök ellen, és igen, akkor kibérelte föl hogy jól értem, most pont ezt a mágnás próbáltad leírni. Igen, és igen. Megbízók, lehet, jól értek. Jól, jól, értettél totál, én nem jól értettem magam egész pontosan végig, tehát az a helyzet, hogy igen, szerintem ez a mágnás, és a, az a Szánta Krúzi autonómiát erősíteni óhajtó társág hívta flores pontosan ezre tekintettel, amit idáig elmondtam. Csak sejtésem szerint aztán ez egy kicsit összebonyolodott. Ami mit jelent? Ami azt jelenti, hogy nyilvánvalóan, hogy követték a lépéseit, követték az egész társaság lépéseit, ami hát, olyan nagyon fontos és nagy lépésekbe szerintem nem állt. Eleben tényleg felfedezték elég gyorsan, morál leszék, hogy itt egy kitűnő alkalom van, hogy egy, tehát erre a, mindig szükség van egy, egy ellenségképre. És hogy az, ez itt van, adott a dolog, hogy bebizonyítsák, hogy tényleg vannak, akik az elnök életére törnek. Hát akkor bocsáss meg hogy közben azt álljutott, hogy hasznos ügyének hívták oda, hogy igazolhassák a jobboldali puccsot. Marinkovicsék hívták, de nem morál leszik. Bizonyos állítások szerint moralesek. Világos, bizonyos. de Marinkovics, jól értem, akart ezzel segíteni? Nem segíteni akart. Hanem nem lehetetlen, se... el lehetetlen őket? El lehetetlen eljött, őket? pontosan azért, mert ő egy szantakrúzi mágnás, és amikor Morales hatalomra került, akkor elkezdett egy olyan fajta államosítást, ami ezeknek az embereknek az érdekeit Santa Cruzban sértette. Tehát nem csak földgáz, hanem hát szója királynak nevezték, Santa szója királynak nevezték Marinkovicsot, és akkor még, hogyha azt is figyelembe vesszük, hogy Evo Morales ebből a koka, kokain termesztő indián csapatból nőtte ki magát, hogyha azt is figyelembe vesszük, hogy mi lehet itt még a kulisszák mögött, hogyha a koka cserje, ami egy elég igénytelen jószág, nagyon jól megterem persze az andok oldalában is, de egy prima földön, mint amilyen a Santa Cruz-i, szerintem még jobban megterem, hát a kok koka hülye, és ott egész szépen burjánozhatott. Ugye a rajtaütés kapcsán pontosan tudjuk azt, hogy Mario Tadic és Tuásó elődélte csak túl, hónapokig témát szolgáltatva igazából mm. a nemzetközi nyilvánosság számára az, hogy ők ezt túlélhették, ez mennyire volt szándéka szerinted kifejezetten a kivégzést elvégző szabadcsapatnak? Egyáltalán maga a kivégzés az ténylegesen eltervezett volt, vagy csak rosszul sikerült el az akció, aminek során előbb próbáltak állítani őket? Hát itt mondanám a japán rendezőt, ezt szerintem senki se tudja, és rossz embert hívtatok ide ezt elmondani, de szerintem nem is lehetett volna megfelelő embert, mert még Rózsa Tróderes Eduáncse volt tisztában egészen azzal, hogy itt mi fog történni. És tuál... Meglepte, azt gondolod, amikor megérkezett a helyszíne, az, hogy pontosan mire is vállalkozott? Hát, ő már félt, meg uh, szorongott, mert hát ugye vannak olyan teóriák, hogy már, már, uh, 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 tehát tulajdonképpen nem is a hotelben történt a, a kivégzés, hanem a Viru-Viru repülőtéren Bolíviában, de ez valószínűleg nem igaz, az Amerikázban történt. De a következő az, ami még ebben a dologban bonyodalmat jelent, hogy valamiféle kontaktus létrejöhetett jöhetett Flores és a, Bolív titkos szolgálat között valamiféle kontaktus, és az, azt nem tudjuk pontosan, hogy az meddig, hová Mit, mit eredményezett, de tény, hogy azt az egyet igen, hogy Flores átlátta, hogy itt, itt, itt egy játék folyik, uh -huh. és az ő bőrükre megy. Mert valószínűleg a Santa Cruz. Kr... Későn. Későn. A Santa Cruz ellenzék valószínűleg tárgyalni kezdett morales és egyébként is van uh, kis videófilm arról, ahogy egy Walter Andrade nevű uh, kommandós tiszt, aki egyébként vezényelt ezt a Flores elleni, Floreszik elleni kivégzést, egy kerti mulatságban, Santa Cruzban megkörnyékezi Flores-t, és próbál vele beszélgetni. Ez, amire rájátszik az amerikai Wikileaks, és pontosan ezt állítja, hogy igen, valami, valami ilyesmi kezdődött. Ellent mond, én például láttam azt a filmet, és Walter Andrade bele van oda vágva ebbe a kerti mulatságba, a kerti mulatságról szóló videóba. Nagyon ügyetlenül, mert úgy látszik, hogy a deepfake technika, tehát ami manapság úgy hangzik, hogy már lassan színészekre lesz. Világos, nem látok sajnos ezt a felvételt, ezért erről most inkább ne beszéljünk. Azt inkább még, ami a könyvedben szerintem egy fontos pont, igen. hogy hosszan írsz a Toásó előd ellen perről, ami igen. nagyon elhúzódik. És Toásó igazából azt mondja, hogy, ő tudatlan volt, megvezették, kifejezetten Flores vezette volna őt meg. Te hogyan látod az ő szerepét? Hát én mind a kettőben úgy látom, tehát ő Árpád Árpádéban is, még az övében is, hogy alapvetően hittek Floresnek, de ugyanak meg azzal együtt, azzal együtt kalandvágyók voltak. De ők erről az összeesküvésről sejtésem szerint tényleg nem, nem igazából tudtak. Hát őket a a latin papi pedofília ellen küzdő az Biborosnak a Biboros elleni merénylettel vádolták, és a többi, amihez Toásonak, meg Magyaros Járpádnak főleg nem, legkevesebb, legkevesebb köze volt. Azt látom, hogy ők, ők tényleg, tehát kicsit naivak, naiv, főleg Magyaros Járpád na, nagyon naiv volt ebben a dologban. Ők világot szerettek volna látni. Kaland Tóású elmondta az első kihallgatáson egyébként, hogy az is vezérelte, egy informatika tanár volt, de itt úgy gondolta, hogy azzal együtt, hogy van egy kaland, azzal együtt még többet fog keresni is. Ugyanígy fiúk, ők mindketten szobátávra származnak Romániából, és akkor ott van, ott van egy valami, ami hosszabb történet, már lehet, hogy nincs időnk rá ők mindketten benne voltak ebben az úgynevezett székely légióban, amit hát a románok egy paramilitáris alakulatnak tekintenek, vagy egy paramilitáris kiképzőtábornak. A fiúkáik, meg előd is, tehát úgy beszéltek róla, mint egy ilyen sport. De, De azt meg tudod erősíteni, hogy Tóásfő előd igazából egy író találkozó keretében találkozott Floresszel? Igen, azt hiszem, hogy igen. Tehát olvastam, nem voltam ott azon az íróolvasó olvasott találkozott, nem voltam ott. Ellenben csak annyit szeretnek mondani, tehát, hogy ebben a könyvben, ami ebben olvasható, ez tényleg ennek egy jó része fikció. És kaptam rá egy támogatást a Nemzeti Kulturális Alaptól, amikor ez az elvetemült ötletem támadt, hogy Floresből kiindulva, meg az én háborús tapasztalataimból, vagy a újságírói tapasztalataimból kiindulva írok erről, azt közzétették. És ez a közzétett Lajstrom vezette rá Magyarország Árpád édesanyját, Tóth Máriát, hogy írjon nekem, sőt, még odáig jutott ebben a ismert, tehát odáig olvasta, odáig értette az egész dolgot, nem a könyvet, hanem még csak a tervet, hogy dokumentum fikció. És írta nekem, hogy ő reméli, hogy minél több lesz benne a dokumentum, és minél kevesebb a fikció. Mondtam, kedves Mária, én megteszek mindent, ha hát tud segíteni. És akkor egy darab Tudod, végül... azt, sem végül. Hát tudott, elküldt az egész boncolási jelzőkönyvet. Hát akkor Attila, köszönjük szépen, hogy ezt a kötetet, és köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és itt voltál velünk a stúdióban. Igen, akkor anyag, hogy egy Picit az ember így, Igen. Tehát de ha az már te... egyébként az író találkozóról szó esett, akkor az adás zárlataként még egy versenyt szeretném ideidézni Eduardo Orzsa Folaresnek, ennek Gáza a címe, Ö, és szerintem izgalmas, több szempontból is, pláne a mai nap kontextusában. Így szól a vers. A világ vége, vagy amit annak hívnak, itt órunk előtt zajlik. Dőjönek csak hátra kényelmes foteljaikon, ez az utolsó jelenet. Benne a kis szentek is folynak el épp, szép lassan, Megdöglött az utolsó galamb is. Minden, végérvényesen minden elfolyik, ám de szépen lassan. És ha majd mi sem leszünk itten, majd akkor, ha mindenki elment, marad csak a tenger muraja, ha éhes. Marad csak a tenger csendje, ha álmos. Feloldódik benne a sok vér, a felesleges és a szent vér. Marad csak a tenger, és marad csak a tenger az ablak előtt. Valami nagyon rövidet mondhatok versekhez. Egy mondatban. Life is but a tale told by an idiot full of sound and fury, az élet csak egy tűnő árny, egy idióta meséje, hang és téboly. Ezt a magbeti szöveget variálja Eduardo Flores a versében. Életről és halálról egy idióta meséje. Legyen akkor ez az árlat. Még egyszer köszönöm, itt voltál. Nektek pedig köszönöm szépen a megtisztelő figyelmeteket, ez volt az élő adásunk Eduardo Rózsa Floresről. Hogyha esetleg menet közben kapcsolódtatok volna be, akkor mindenképpen nézzétek vissza az adást, mert igazán izgalmas megszólalóink voltak az első blokkokban is. Hamarosan, hogyha lement a teljes élő közvetítés, akkor nyugodtan vissza tudtok majd keresni, akár a műsor alapján is. Holnap egy mindennek a teteje adással érkezünk este 6 ide a csatornára, pénteken pedig egy újabb élővel foglak majd várni benneteket. Érdemes ezt akkor is majd belünk tartani, hogy pontosan mi lesz a témánk, az aznap reggel fog kiderülni majd a Facebook oldalunkon keresztül. Tehát kövessetek ott is bennünket, illetve ha nem iratkoztatok volna még fel a csatornára, akkor mindenképpen tegyétek meg. Ha bármilyen kérdésetek vagy észrevételetek van az állomzatokkal kapcsolatban, akkor a komment szekcióban várjuk a visszajelzéseteket. Egyébként meg a Like gomb megnyomásával tudjátok pörgetni az algoritmust a mi érdekünkben, ha tetszett az, amit láttatok. Ha pedig a lehetőségitek azt is megengedik, és még annyira tetszett is az adás, akkor kérlek, hogy szálljátok be a finanszírozásunkba a leírásban található lehetőségeken keresztül. Szerkeszték kollégáim a műsorban, közreműködő összes kollégám nevében. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmeteket, én Gulyás Márton voltam Budapestről, jó éjszakát kívánok, hamarosan újra találkozunk, addig is ciao!